csak a rákollók kénének egyébként. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Fun With Geeks matiné délután. Délután streamelünk, sziasztok! Sziasztok. Annyira más fogalmam van a napszakokról, mint neked. Annyira más fogalmam van a napszakokról. Igen, Viktornál még őszintén szólva reggel van. Igen. Ellenőrzöm, hogy hangunk van, és hangunk is van, és mindenünk van, nagyon jó. Valahogy sejtettem, hogy Viktor veszi fel. Hoppá. Teljesen egyértelmű volt, hogy ha valakinek ezt fel kell venni, akkor az Viktor lesz, de mivel hogy a érkezési sorrendben először megjött Kaci, aki felpróbálta, aztán megjött Viki, aki rácsodálkozott és felpróbálta, aztán ideült Viktor, nyilván ő jött legkésőbb. És ez azt mondja, hogy felvetés rajta is maradt. Én azután keltem, hogy meg kellett volna érkeznem, szóval egyébként ezt vágjátok, hogy én egész, hát olyan hatodikos, hetedikes koromig ilyen hosszú sapkákba jártam. De akkor egy, az volt a divat, volt az egy sárkányosom. Várjál, vissza kell számolnom, hogy hány éves voltam. Volt egy sárkányosom, meg volt egy mikulásosom, és abban jártam fel. Akkor az ilyen manósapka volt a divat, ilyen csíkos manósapka, és az volt a legmenőbb, akinek a leghosszabb volt, és én ismertem olyat, akinek a derekáig ért. Akkor te nagyon menő vagy. Ő miért nem menő, csak ismert olyan. De a menőkhöz oda dörgölőzött. Igen, nagyon jó. És akkor rátkentek egy kis menőt. És azóta abból él. Jó, délután van, úgyhogy muszáj visszafognunk magad. Kávézunk, kávézunk. Még én is kávézok. A havi egy kávémat, ami egyébként évnek köszönhetően emelkedett évi egy kávéról. Ebben a hónapban szerintem ez a harmadik, hogy kávét látlak inni. Igen, de az előtte lévő 9-ben meg egyet se ittam, úgyhogy még mindig jó vagyok. És csak akkor, amikor kimozdítom a komfortzónájából. És ez relatíve gyakran előfordul. Drága, itt van Viki. Sziasztok. Viktor. És mi ketten, de minket valószínűleg már azért valamennyire megszoktatok. Mert ők ritkán vannak, igen. Ja, mert aztán mi nagyon ritkán vagyunk itt. Saját hashtagem van, mert legalább fél éve is. Sokkal régebb óta van igen, a saját hashtag. Igen. Mikor indult a csatorna? 2017... 6 december. 22. Mindjárt két éves. Mindjárt két éves a csatorna. Olyan, mintha tegnap kezdtem volna el ide járni. Majdnem megtaláltam. Úgy ünnepültek, mint az egy éves színnapot? Mondjátok tartalmat. Mindenféle. Hazajövök. Azt nézem, hogy nem lóksz-e ki. De igen. Akkor nem nagyon kiabálunk. Tegyébként szemkötő füldugó. Nem kell aggódni, be van durálva a fülem, úgyhogy fülemért egyet se fél kiabál nyugodtan. Jaj, most. Azt hiszem, most jobban benne vagy. Sokkal jobban benne vagy, és... Hátra is dőlhetek. Nekem örülök, hogyha már a forgatásban benne voltál, akkor a videóban is benne lehetnél esetleg. Na! Mi történt ott? Mi történik? Én eredtem, hogy a kávétól elfogítom. Szerintem ez nagyon jó, ez a stream, nem tudom, mire beszéltem. Viktor, a játékban nem kell aludni. Tehát úgy kell csinálni, mintha. Úgyhogy lehet, hogy nem teszel az első álmodó. Sőt, mert... nagyon rossz, ha alszol. Igen. Igen. Na már kezdjük el! Közérdekű információkkal fogunk kezdeni. Minden rendben. Ez ugye egy olyan stream, drágáim, amit a Nebuló Alapítvány támogatott, és lényegében a társasjátékok ünnepének a felvezető streamje. Ez a társasjáték ünnepe, ha nem tudnátok, az Magyarország legnagyobb társasjátékos rendezvénye. November 10-11-én lesz a Lourdes-ban, minden információt megtaláltok lent a leírásban, úgyhogy ha érdekel titeket a társasjátékok, akkor kattintsátok le. Egyébként vasárnap mi is ott leszünk Kacival, vasárnap délután. Igen, kimegyünk játszani. Nagyon jó lesz. És a jegyek most még elővételben kedvezményesen kaphatóak, de... Ebben a streamben lehet nyerni is egészen pontosan 3 darab páros belépőt mind a két napra, úgyhogy ha szeretnétek nyerni, akkor szintén a leírást tudom javasolni, ahol van egy Google form, azt kitöltve most tudtok te nevezni. Form. Miért? Mikor volt rossz? A múltkor. Bocsánat. Csak olvasom. Bevállalom a felelősséget ezért. Ezt tudom mondani. Tehát a mi az Istenben tehát nyújtam? A lényeg...
Nem Beagle kiskutyákra kell szórni a pénzeteket, hanem belépőre kell szórni a pénzeteket. Uh-huh. Hogy együtt játszatok. Ennyi. Lehet társashozni, és ha szeretnétek életjárni, akkor a leírásban megtaláljátok linket. Három, azaz három darab játékot fogunk játszani. A az első szerint. Egyébként is mindenképpen, mert három játék. Megtanultam én mindezt, és majd megtanítom a téged is. Mit adsz vissza? Semmi. Semmi. Mi történt? Semmi. Mindegy. Menjen. Chat leöntötte az asztalt? Nem öntöttem. Nem, az asztalnak semmi baja nincs. Játszunk! Emelt fel a kezed? Nem öntöttem le az asztalt. Tényleg nem öntötte le az asztalt. Hozzáteszem, hogy megjelítem. Meglőttem ezzel így. Te akartad tudni, hogy mi történt. És én utána pont megakadtam mögré. Használd a szavaidat! Megmutassa még egyszer a Viktor? Csak erre visszaadtam. Hozzáteszem, Déva no. Reggelit is erre az asztalra tette le. Valószínűleg csak a tiédet, mert az enyémet már oda. A tiédet nyilván oda. Viktor és Júcsi nem lehet az asztalnál. Benned még nem vagyok biztos. Kaciról tudom, hogy nagyon vigyáz, mert igen. A saját kezünkkel építettük. Szóval az első játék az Álmodj velem lesz, amihez ilyen fantasztikus eszközöket is fogunk használni, parancsolj életem. De Kaci bevezett titeket a szabályok rejtelmeibe, ígérem nagyon egyszerű lesz, viszont az, hogy mi hogy fogunk ezzel megbirkózni, abban még nem vagyok teljesen biztos. Igen, meglátjuk. Szóval ez egy olyan játék, ahol álmodnia kell majd egy embernek, a többieknek pedig egy kicsit irányítani az álmait, úgyhogy el fogjuk osztani a szerepeket. Minden körben lesz egy álmodó, illetve lesznek tündérek, lesznek mumusok, illetve lesznek álommanók. Úgy fogja menni a játék, hogy az álmodónak azt kell kitalálnia, hogy mi van ott a kártyán. Nyilván az álmodó le fogja takarni a kis szemét a szemkötővel. A tündérek megpróbálják rávezetni arra a szóra, ami a kártyán van. A mumusok megpróbálják elterelni abból az irányból. Az álommanóknak pedig az a célja, hogy ilyen megtartsák a balanszot, szóval egyszer az egyik oldalnak segítsenek, egyszer a másik oldalnak. Úgy fog menni a játék, hogy szépen az álmodótól, mondjuk tegyük fel, hogy Dave az első körben az álmodó, megyünk körbe, és mindenki egyetlen egy dolgot mondhat a kártyára vonatkozóan. Nyilván, ha segíteni akarsz, akkor... Egyetlen egy szót, egyetlen nem? egy szót. Igen. Ha segíteni akarsz, akkor nyilván abba az irányba tereled, ha... Egy szót? Egy szót mondhatsz. Ha, szóval a tündér vagy, akkor mondjuk a pingvérre mondhatod azt, hogy Sirius. Mondjuk. érted? Ha elfelé akarod terelni, akkor mondhatod azt, hogy nem tudom, emlős. Most mondtam valamit. Vagy ha... tolla van, nem? Igen, nem? Nem? Nem emlékeztek már? Mindegy, ebben nem menjünk bele. Ó, ez nem videóban volt. Mindegy. Aki meg ugye álomban új, meg majd hol ide segít, hol oda. Amikor visszakerül az álmodóhoz a kör, akkor ő bármikor megszakíthatja a játékot, és megpróbálhat tippelni. Ilyenkor ugye egy dolgot tippel, ha jól tippelt, akkor az egyik oldalra rakjuk a kártyát, és az majd pluszpontnak számít, ha rosszul tippelt, akkor a másik oldalra rakjuk a kártyát, és az mínuszpontnak számít. Nyilván ez a mumusoknak jelent pontot, mert sikerült félrevezetniük az álmodót. Ha hülye az álmodó magától. Ha nagyon összetudjátok kavarni az álmodót, akkor akár passzolhat is, és akkor simán elrakjuk félre azt a kártyát, és akkor jön a következő. Ez egy gyors játék, az passz. Elfogyott. Egy álmodónak két perce lesz arra, hogy minél többet kitaláljon, és utána szépen megyünk majd körbe. Úgy fogjuk kiosztani a szerepeket, hogy egy tündér, egy mumus és két álommanó kártyára lesz szükség. Egy ezekből tündér, ugye egy mumus és de két hát álmodik. Egy valaki meg álmodik. De hát egy valaki ugye álmodik, tehát úgyhogy ezekből hármat fogunk egy kiosztani. Egy félre kerül. Tehát hogy nem mindig lehet, hogy lesz mumus. Te lehet, hogy nem lesz mumus. De durva. De az álommanóknak nyilván az a feladatuk, hogy egában tartsák a kártyákat. Szóval... De hát ez akkor sokkal nehezebb. Ők töltik be a mumusok jé szerepét effektíven. Jé. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi lesz a játék. Igen. Egy dolgot nem mondott még Kaci, amikor ugye balra vagy jobbra kerül egy kártya, akkor utána nem veheti le ugye az álmodó a szemellenzőt, hanem amikor vége van az egésznek, letelt az idő, akkor meg kell tippelnie, hogy mik azok a szavak, amik jobb oldalra kerültek, és helyesen eltalálta őket. Tehát, hogyha
itt mondjuk balra került az, hogy pingvin, mert nem volt benne biztos, akkor csak azokat a szavakat kell visszamondania, amik jobbra kerültek, és ezt pluszpontér mese formájában, 10 pluszpontér énekelve. Szóval, oh, yeah! Amikor, amikor az... két, de tudtam, hogy neked tetszeni fog. Amikor az álmodó megtippel egy feladványt... Én az olyannél kaptam fel a fejem, azt hiszem ez nem jó nekem, ugye? De nagyon jó. De jó, mert távolabb ősz. Majd mondjuk úgy közben. Okay. Amikor az álmodó megtippel egy feladványt, akkor mi nem mondhatjuk meg, hogy az jó tipp volt-e vagy rossz. Igen. Hanem egyszerűen kirakjuk oldalra. Tehát nincs az, hogy te mumus vagy, a jól megtipped, és a francba nem tudtam félrevezetni, mert nyilván ő még nem tudja, hogy az a tipp az jó volt-e vagy rossz. Arra majd, amikor felébred, akkor kell megpróbálnia visszaemlékezni az álomra, és rájönni, hogy mik azok, amik jók, és mik azok, amik nem. A pontozás majd elmagyarázzuk utána. Amikor levetted a szemfedőt, meg a sapkát, akkor a jókat vissza kell mondanod. A tipped után. Nem, még mielőtt levetted a szemfedőt. Mert nyilván, ha már levetted, akkor tudod, hogy... Van 20 pontos is, erre nem lesz nagy szükségem, azt hiszem. A korlátozások. Nem adhattak olyan támpontot, ami a szavak azonos családjába tartozik, az álomkártyán szereplő szó volt. Tehát például, ha ott az van, hogy herceg, akkor nem mondhatod, hogy hercegnő. Nem lehet benne. Nem hasonlíthat hangzásban, szóval a fókára nem mondhatod azt, hogy róka. Pedig azzal nagyon jól félre tudnád vezetni. Igen, igen. És nem lehet idegen nyelvű kifejezés, szóval nem mondhatod a gyerekre, hogy child. Vagy kint. Tudok már németül ilyeneket. De nem baj, ha Dave-vel mondod. Szóval sort of tudsz dolgokat. T-vel mondj. D-vel írják, de T-vel mondják. Kinter. Haladjunk. De nem, de csak egy. Kindergarten? De nem. Jó. Jó. Chat, dönts el ezt a vitát. Nem, csak a fab. Csak jó, ne ugye döntsen el vitát. Elmondó mert... passzolhat. Jó, ennyi. Mi körbe megyünk, és az álmodó bármikor megszakíthatja a kört. És megpróbálhat tippelni. Tehát meg lehet tippelni ezt. Igen. Mindenképpen. Oké, okay, kezdhetjük. Dave, aki álmodik először, azt igen. mondtad. Nagyon tetszik amúgy, hogy ezt nem akartam, hogy benne legyen a streamben, de a szabály szerint az álmodik először, aki a én csak akkor, akartam, miért, akkor miért tetted bele a streamben? Én csak akartam, hogy benne legyen, nem mi voltunk. Na gyertek, ezt el kell tüntetni, és az az alatti lesz az első kártya, ami játszik. Jó. Jó. Öltöz fel. I need my beauty sleep. És akkor mi csak egy szavakat mondunk, ugye? Aha, és igen. Akkor hol vannak a kártyák? Itt ezt kell kiosztani. Jó, ezeket fogom kiosztani. Nem, ez nem egy biliárdasztal. Hát, sort of. És ez az, ami kikerült. Szóval még egyszer a tündérek segíteni próbálnak, a mumusok rontani próbálnak a helyzeten, az álom manók pedig nekik az a céljuk, hogy a végén, amikor leterik a két perc, akkor ugyanannyi jó, meg rossz tipp legyen. Jó, kezdhetünk? Teljesen tönkreteszi a frizurámat, siessünk. Jó, nem látsz? Biztos nem látsz? Nem csalsz alatta? Nem látok. Ezt látom. Lejjebb tudom húzni, de hatalmas az orrom. Jó, akkor indítom az órát. Megy. Te kezdesz. Buborékok. Alkohol. Tömény. Ja, mi is, ha... Ja, hogy meg tudom tippelni. Vá. Pezsgő. Tippeltél? Igen. Ilyenkor megy tovább a két perc majd. Csak annyit akartam, hogy nekünk ugye folyamatosan, még maradj becsukva Dávid, megállítottam az órát. Szóval nekünk ugye mi folyamatosan megyünk körbe, amíg ő nem tippel, ha nem... Ja, hogy nem egy körből kell? Nem, két percig megy. Jó, király. Akkor nem baj, pezsgőt bemondom. Szóval megyünk körbe, ő bármikor megszakíthatja, ha nem tudsz... Te jó vagy? Te. Majd kiderül. Ha nem tudsz segíteni, vagy nem tudsz éppen szót mondani, akkor te is passzolhatsz, álommanóként, vagy musként. Illetve, ha meg nem tudsz mondani 5 másodpercig, akkor simán átugrunk. Viktor, te azt mondod, tömény vagy alkohol? Ő a töményt mondta, a Kaci mondta az alkoholt. Jó, folytatom az órát és megyünk tovább, jó? És akkor Viktória kezd. De már tippelt egyet. De az első megvan, de megyünk tovább. Jó. Jaj, értem. Tehát, megyünk végig a szavakon. Akkor ez nem jó. Jó, menjünk tovább. Autó.
Motor. Körte. Teher. Nehéz. Hámozó. Szállítás. Elektromos. Passz. Villamos? Alma! Szép munka. Emlős. Tenger. Passz. Bána, mi? Menjen tovább. Zöld. Ja, passzoltál? Ő passzolt, te nem. Még megyünk ezzel, megyünk ezzel. Tippel. Kicsi. Nagy. Ehető. 8. Rossz. 8. Most így pont, hogy kérdezted? Pizza. Étterem. De ez most már egy új? Nem, vagy ez nem, még ez a ez még a vizi jelenleg! Ha nagyon belezavarod, akkor te is elpasszolhatod. Jó, passz! Festmény. Kő. Papír. Olló. Ez egy rémálom! Dávid! Ez volt, amit mondtál? Igen. Afrika. Leonardo. Michelangelo. Raffaello. Mi az? Tippelt. Azt tippelte, hogy festő. Tippelt? Igen, tippelt. Nagyon jó. Jó, hát lejárt a 2 perc. Ne vedd le. Ez borzalmas lehet. Úristen, ez szörny. Borzalmas. Borzalmas érzés ez. Kb. Az én álmaim is így szoktak ki. Így történnek a dolgok a fejemben éjszaka. Szóval... Azt álmodtam, hogy villamos. Mielőtt levennéd az alvomaszkot, az álmodó igyekszik az összes olyan szót felidézni, amelyekről úgy gondolja, hogy helyesen tippeltem meg őket az éjszaka során. Nem lesz nagyon-nagyon bonyolult. Én azt álmodtam, hogy villamos. És ez az egyetlen, ami remotely lehet, hogy jó. Az emlős festő az nem volt meg, levet? Nem énekelnéd? Nem, ne vedd még le! Majd a kaci megmondja, ha le. Plusz pontot kapsz, ha énekelsz! Jó. Én arra sem emlékeztem, hogy elhangzott a villamos szó. De hogy nem. Igen? Hogy igen, nem. Igen. Azt mond. Jó, leveheted. A pezsgő volt az egyetlen helyes tipped. Mert a töményemet ignorált. És nem fogy, sikerült fogy kitalálnod. Fogyasz már meg, légy, hogy érthető legyen, hogy nem a repülőtér, hanem a pezsgő. Ja, igen. Szóval, mert ugye mindegyiken 2 van, de mindegyikből csak egyet találunk ki. Szóval a pezsgő volt az egyetlen jó tipped, és amire nem sikerült... A kamionban mi? Mi az elektromos? Dúztam is. Hát semmi. Ja, hogy te szopadtál, jó. Nem, én szopadtam. Te mondtad az elektromost. Én meg azt, hogy körte! Igen, igen, az a... Világ. Te az elejétől kezdve teljesen egyértelmű voltál. Megmondhatjuk, hogy mik voltunk. Balanszolók voltunk mind a ketten. Igen. Mi próbáltunk... Hú, na abból nem egyszerű, hogy 2 balanszoló meg 1 mumus. Az balanszolt vissza. Szóval mi próbáltunk... Segíteni vagy hátráltatni. Aha. Egyszerre. Jó. Igen, lehet, nem egyszerre kellett volna, hanem az egyik kártyánál, így a másiknál úgy. Igen, de nagyon kedves, jól működik. A garnérrelek emlős? Nem. Nem. Az a balansz volt. Onnantól kezdve a zöld garni... A egészen addig bálna volt, ameddig valaki nem mondta, hogy kicsi, aztán delfin lett, és aztán bejött a zöld. És ott azt éreztem meg az étterem. Hát mert ott próbáltuk, hogy pizza, meg étterem. Igen, hogy ezt érted. Hogy én azt szeretem, igen. Jó, tökre értem. Jó, ez szóval, 0 pont. Pontozás. 1 pont. Tündér nem volt. De a mumus... tudtad visszamondani. A mumus az 1 pontot kap minden olyan kártyáért, ami bal oldalt van. They see me rolling, they hate him. 3! Viktor kap 3 pontot. Igen. Kérek szépen 3 pontot. Az álmodó 1 pontot kap minden olyan álomkártyáért, ami a sárga oldalán van. Kapsz 1 pontot. És kaptál volna a további 2-t, hogyha sikerült volna felidézni, hogy milyen kártyák vannak a jobb oldalon. A villamos az nem sikerült, azt hiszem. Itt nem a felidézéssel volt a baj.
Az álommanók pedig úgy kapnak pontot, hogyha megegyező számú kártya lett volna, akkor minden kártyát kaptunk volna egy pontot, meg két extra pontot, ha csak egy kártya eltérés lett volna, akkor... Egy kártya eltér... Nem, két kártya. Kettő vagy több kártya eltérés esetén egy pontot kapnak minden kártyáért azon az oldalon, ahol kevesebb kártya található, szóval mi egy pontot kaptok. Tehát, hogy... De, nem, ja... Jó, tehát az, hogyha én retardált vagyok, az Viktornak jó. Hát most ebben a körben nekem volt jó. Igen, vagy lesz valahol másnak is. Jó, te a sapit is felveszed. Nagyon kevés a két perc. Kevés a két perc, és... Azt kérik egyébként, hogy a kör végén soroljuk fel azokat, amiket ki kellett találni, és látszok, felsoroltuk. Jó, Szobor, Garnélarák és Kamion. Komplex gondolatokat összeraktak, akkor fel volt sorolva. Ezek voltak, és a pesgő volt jó, a Szobor, a Garnélarák és a Kamion. Nem így volt tétesen felsorolva, átbeszéltük az összes kártyát. Ezentúl majd felsoroljuk mindig. Köszönjük szépen. Jó, meg! Egy és egy kikerül, mindenki megnézi. Meg a kameraképet tegyük át felsőre. Jó. Mehet? Ajaj, mehet. Indulhat? Igen. Jó, várj, akkor a felsőt leveszem, mert azt feltételezem, hogy megjegyezted. 3, 2, 1. Zöld. Él. Szerelem. Húsevő. Nem mind. Ez két nem, szó. Ez két szó volt, de egyben írtam. Gyökér. Passz. Otthon. Növény. Sárga. Finom. Smoothie. Passz. Fa. Keserű. Oh. Dél-Amerika. Passz. Magos. Dildo. Íves. Passz. Banán. Gyümölcs. Zöldség. Piros. Saláta. Kamion. Keserű. Édes. Sós. Keserű. Ah, paradicsom. Állat. Ember. Gyógyszer. Film. Kritikus. Fú, rossz. Godzilla. Atomrobbanás. Fasz. Lejárt az idő. Még most tippelhetsz egyet, ha szeretnél. Geek. Jó, akkor most vissza kéne emlékezned arra, hogy mit álmodtál. És énekelve elmondhatod. Elénekelheted. De csak egy mesét is írhatsz róla. Igen. Volt egyszer egy kis növény, aki mellett nőtt egy banánfa, meg egy paradicsombokkor is. Aztán jött a gyíkocska, és mindenkit megevett. Na, ezt ha lehet, ne csináljuk. Jó, ez... Levehetem. De kap pluszpontot azért is, mert elmesélt. De leveheted, viszont egyébként teljesen... Az a helyzet, hogy hibátlan, nem tudom, hogy hogyan csináltad, mert... Nem, egyet elrontod. A gyík az gorilla volt. Oh. Viszont itt be kell szúrni azt, hogy a chatem nehezményezik, hogy a gorilla és a Godzilla nagyon hasonlít. Az jogos. Én egyetlen nem... De jogos. Nem csalni akar, csak hülye. Én értem, mert hogy a Godzilla is le... Meg nyilván összezavart, hogy nem egy sima gorilla van ott, hanem egy King Kong az Empire State Building tetején, és a
Az, hogy hogy jegyezted meg a sorrendjét, amikor megnézted? Azért, mert számoltam folyton, és visszaemlékeztem. Mármint nem azt, hanem hogy ezeknek a kártyáknak. Mert hogy ezeket hogyan, az... Nem, egyébként nem volt annyira vészes. A banán nem volt annyira vészes. Veszély, nekem nem fog sikerülni. Az az igazság, hogy az volt a taktikám. Egyrészt, hogy a Viktor mindig fasságokat mond. Egyébként hozzá kell tenni, hogy nem mindig mondtam fasságokat. Mind a ketten balanszolók voltatok, ugye? Igen. Én mumus voltam. Én balanszoltam. Te mondtál rosszul. Mindig fasságokat? Aha. De hát állat, ember, zöldség, gyümölcs. A gorilla az, hát mint a az állat, ember, az egyébként kinda helping. De ott már tényleg csak fasságokat mondtam, mert nagyon sok volt a jó oldalon. A lényeg, hogy mindig próbáltam azt, ami így a legegyszerűbbnek tűnt, és reménykedtem, hogy jó. Jól van. Nagyon jó. Sajnálom, hogy a banánra el kellett mennünk egészen a dildóig, de... Az íves dildóig egyébként. Ami majdnem. Ott kétségbe voltam a tündérségedet egy pillanatra, hogy a dildó az hogyan csinál. Először ananászt akartam mondani, utána pedig mangót. És amúgy jobbakat is kitalálhatsz annál, mint hogy keserű és rossz. Mert hogy ezt nem. A kettőt kétszer mondtad. Ne, igen, de az két különböző. A keserűt, nem, a keserűt azt azért mondtam. Ugyanannál, azt a banánnál mondtad kétszer. Tehát a keserűt azt azért mondtam, hogy odaig már biztos eljutottál, hogy ez egy gyümölcs. És akkor onnantól én már csak félre tudlak vinni. Igen. A lényeg, hogy kicsit ügyesebb is lehetsz, mint hogy ugyanazokat ismétled. Ezt egyetlen egyet ismételtem. Nem, és az egyet, szerintem egyet ismételt. A rosszat azt én mondtam az előzőben. Igen? Igen? Mert ő a filmnél mondta. Ah, nem mondta, de én mondtam az előző alkalommal. Ja. Igen. Igaz, nem is tudom, hogy sajnálom, akkor sajnálom. Semmi, nyugodtan pofázzál bele bármibe, amihez nem értesz. Na, most hadd kapjak egy rakáspontot. Szóval, minden tündér, az én vagyok most, csak egy pontot kap a sárga oldalon lévő kártyákért, szóval kapok hármat. Minden mumus az egy pontot kap minden rossz oldalra lévő kártyáért. Az álmodó egy pontot kap minden álom kártyáért, ami a sárga oldalon van, tehát az három. És további két pontot kap, ha az álom felidézés során valamennyi álom kártyát felhasználta a sárga oldalról. És hogyha felhasználta az izéből is, az nem számít? Az nem számít. Mert akkor csak arra kell emlékeznie, amit hogy mond. Miket mondott. Aha. Igen. Hát, mert mindent álmodott, csak most, hogy jó álmodott. Én azért ebben a körben nem mondanám ki. Szerintem, mivel énekelt, megadnám a pluszpontot. Megadtam neki. Yes! Milyen? De azt mondtad, ha énekelt, ja, mondja. Ja, plusz 10, persze. És történetet is mondottam, hogy még 5. Ja, 5? Aha, 15 összesen. 10-et kapsz. És az álom Manu... Nem, 15. Azt mondtam, 10 plusz pont, ha énekeled. Igen, és azt, hogy 5, ha meséled. És ő 10 énekelve mesélte? Jó, legyen csak plusz 5. Ha énekelve meséled, tehát akkor 10 hogy... pontot kapsz. Ha történetben 5-öt, ha énekelve történetben, akkor 10. Ja. Igen, ezek nincsenek a szabályban, ezeket mi találtuk ki most. Itt ez megvan, hogy ezzel Viki győzelem, mert ő lesz az egyetlen, aki énekelni fog. Énekelhetnétek ti is, én arra és akkor Viktor pedig egy pontot kap. Nice. Én énekelhettem volna. Nem mondtuk végig a szavakat, végig mondtuk, hogy jó volt végigmondtuk. A... Jó volt a nő. Énekelve mondtad végig! A banán, a paradicsom és a gyík helyett gorilla volt. Hadd fürdőzzön egy kicsit a sikerében. Nem, annyira ritka. Az, hogy ők nem figyelnek, az... Nem ritka. Fürdőzzön. Basszus, bocsánat. A múltkor, amikor itt voltam, mindenben nyertem. Kivéve a pakolósat. Majdnem mindenben nyertem. Letöröltük azt a streamet, úgyhogy aki nem megtalálja, mint a húzat. Miért? Ja, nem szerethető. Nagyon szép, Kaci. Sokkal jobban áll, mint a God of War-os. Ha ebbe mész haza, plusz 40 pont. Simán hazamegyek, ebben ne viccel, tudod, hogy fázik a fejem? El tudom képzelni. 40 pont előre. Elég liberálisan kezeljük ezt a pont az ezzalban, de... Igen, ez a pont az ezzalban, ez elég lipsi. Elég lipsi. Jó, hát... Én már csak egy ilyen lipsi bérenc vagyok. Mit csinálhatnék? Soros már megy? Videódat. Aha. Soros egy pillanat. Mi? Titanic. Ja, még nem. Nem. Ezt leveszük a tetejéről. Levettem már a tetejét. Nem baj. Bocsánat. Van menj. Még ott kártya. Ki van velem? Én. És rajtam kívül senki. Jó, én kezdek. Teke, indul az óra most. Foglalkozás. Rendőr.
Nino. Szép. Piros. Passz. Lángok. Tűzoltó. Gyümölcs. Növény. Zöldség. Piros. A savanyú. Pite. Alma. Emlős. Red Dead Redemption. Ez szerintem nem egy szó, de én is akartam mondani. Redemption. Szóval ló. Hal. A emlős. Békés. Hús. Nagy. Vad. Evő. A óceán. Elektromos. Amazonas. Elfogynak, Kaci. Passz. A levegő. A basz. Fúj. Foci. A síp. Jó. Levette ott erre a fűszer. Köszönöm szépen. A passz azért ne odarab. De az idején. Fűszer. Mondjátok már, ne az időt húzzátok. Passz. Lejárt az idő. Ja. Lejárt az idő. Csánat. Tehát, hogy az azért nem adom. Még tippelj egyet. Az rossz. Még tippeljek. És most már tudja is. Úgyhogy... De erre csak azt mondom, az időt. Igen, de akkor tudja, hogy van, ami nem jó. Jó, bocs, mert azt hittem, hogy az külön megy. Nem tudom, hogy mi ez, nem tippelek. Egy fekete fűszer! Hány fekete fűszer? Sok. Jó, kérlek, megnézem, hogy látszik. Jó, hogy fűszer, ezt már elfelejtettem. Igen, azt is mondtam az elején. Mindegy. Még az időben. Na, énekelj, Kacus. Nem fog, már nem az, hogy énekelj, már elfelejtettem, hogy mik voltak. Nagyon helyes. Ezért kell csak egyet. Azt hiszem, hogy álmodtam almáról. Vidd fel a hangod a végén, és éneklésnek minősül. Énekelj egy történetet a kis almáról. Jaj, ne. Jaj, ne. Ne kezd újra. Volt. Jó, aki a kiún kívül énekel, az minusz 10. Volt, azt hiszem, síp. Ez a baj a liberálisokkal. Ilyenkor bezzék nem tetszik a liberális szabályozás. Volt tűzoltó is valamiért. Ezekre emlékszem. Tűzolt, mi volt? Tűzoltó, alma, síp. Elpasszoltam egyet, ami nem tudom mi volt. Mert elpasszoltam. Az valami állat volt, csak nem tudom, hogy angolnál vagy cápa, de elpasszoltam. Ezekre emlékszem. Ja, az Amazonason élő cápák. Hát az Amazonas. Ja. Levehetem? Leveheted, nem tippelted meg mindegyiket helyesen, a lovacska kimaradt a jó oldalra. Jaj, tényleg a ló. Tehát a tűzoltó, az alma, a ló és a sí az jó. A ló az teljesen látod, kiment. Azt tudod, hogy látják, mert azért mondták, ja, hogy nem látják, mert átváltott. Piranya! Piranya volt, és borsa minden. Bors, igen, nyilván. Mindenki fedje fel, hogy kicsoda. Akkor a passz a rossz... A passz az rossz oldalra megy, igen. Bocs. Én kinda sort of segítettem végig. Nagyon straightforward módon. Te? Igen. Úristen, én azt hittem, hogy te is álomvonó vagy, és azt hittem, de hogy te mi, miért? Mert hogy... Nem, hát de én balanszoltam volna, hogyha te nem... Ha nem mondom ennyire jól az egyértelműt egyébként. Igen, nyilván mind a kürált hallgat. Szóval hát sajnos nem! Te kapsz 4 pontot, adjál vissza egyet. Azért, mert 4 helyesed volt. Miért nem kaptam 20-at? Mert abban mész haza. 40-et kaptam, ja, csak mert valahol máshol pattant. Másik utas. Ide pattant. A mumusunk nincsen, ő 2 pontot kapna. Ugye 2 van, 2 különbség van. Viktor ugye 4 pontot kap. Én is kapok 4 pontot. Mert ő, hogy tündér. Tessék, kapsz egyet, És én mennyit kaptam? 4-et? Aha. Én nem 4-et kapok. Ha ja, nem mondtam el mindegyiket. Igen.
De várj, nem úgy vagy, amennyit elmondod. Nem. Ha mindegyiket elmondod, akkor kapsz. És ha az álommanunk, meg ugye ha kettő vagy több kártya eltérés van a két oldal között, akkor a kisebb oldalon lévő minden kártyára kapnak egy pontot. Az két pont. Köszönöm. Mi? De fura. Egyébként, ha mondjuk 3-3 lett volna, akkor ők kaptak volna 3 pontot, meg még 2 extrát. Oké, cool. Ami nagyon jó. Én erre lélekben nem állok feltétlenül készen. Nem is kell. Szerinted én mennyire álltam készen? Tehát nagyjából az a dolga, hogy nem csak hogy csukott szemmel, de én még nyitott szemmel sem tudom megtippelni, hogy kinek milyen szemmel van. Igen, az egy, nyitott szemmel sem tudja megtippelni, hogy ki mit csinál. Azért, mert a... Az egyes szerepek azt tudják, hogy van a mús, aki megpróbálja félrevezetni az álmodót, van a tündér, aki megpróbálja rávezetni az álmodót, és vannak az álommanok, akiknek az a célja, hogy ugyanannyi jó válasz legyen, mint a hány rossz válasz, vagy minél közelebb legyen a kettő egymáshoz. És az a nehezítés, hogy nem tudjuk biztosan, mivel hárman vagyunk, ezért lehet, hogy nincs mumus, vagy az is lehet, hogy nincsen tündér, vagy az lehet, hogy három szerep van. Uh-huh. És amúgy képzeljétek el ezt a játékot 10, ahol 5 tündér van, meg 4 mumus. Teljesen kizárt. Már most sem tudom követni, hogy ki micsoda. Jó, srácok, én ennél nem leszek ready-b. Jó. Lakás. Ja, megy. Lakás. Ajtó. Üveg. Nyilászáró. Levegő. Passz. Fény. Be. Ne. Függöny. Nem tudom, bejárati ajtó, nem ez két szó, mindegy. A fej. Láb. Páncél. Védelem. Rák. Nem, senki nem mondott ilyeneket. Ez hallod, Viktor, amiket... Ez borzalmas, nem! Ezt hallani hallom, de ez borzalmas, úristen! Bogár! Szemek! Pók? Ez nem bogár. Ne, ez borzalmas, úristen! Srácok, én ezt nem akarom csinálni! Tisztálkodás! Zuhanyzó! Mondhatod. Fürdőszoba. Nem mondhatja. Ej, szörnyű, úristen! Mert elég a strak ki akkor. Ja, vedd ki. Jó, bocsánat. Semmi baj! Oké. Sport. Kard. Harc. Vívás. Hajó. Víz. A Titanic. Megáll. Stég. Kikötő. Szép. Fényes. Sötét. Festői. Úristen. Éjszakában. Ez nem egy tipp volt. Elmúlik. A este. Eltűnik. Ha megyek ezen és nem sincs, és csak a végét várom. Pont! Pazz! Ég. Nap. Google. Pára. Mi? Eső. Szerver. Lejárt. De jó, úristen. Mondjad, hogy... Nem tudom, hogy tippeljek a Google és az esőre. Ja. Hát tippelj. Ég, eső, Google és szerver. Értem. Cloud. Felhő. Nagyon szép! Nem, ez nekem nem Nagyon szép! Jaj, bocsánat, elfelejtettem átváltani. Bocsánat. Nem számít, srácok, nem számít. Rémámom. És most mondd őket vissza. Jaj, ez borzalmas. Oké, volt a kikötő, volt a pók, volt a rák, volt a... Nem is volt nagyon sok, ennél több. Volt, és még passzoltam. A passzra emlékszem. Igen, én a többire is emlékszem. Volt még néhány, Viktor. Volt, nem, szerintem tippem ennyi volt. Összesen 7 kártya volt. Úristen! Akkor az Úristen is volt egyszer, mert nem tudom, annak vettétek el. Nem, azt nem vettük. Igen, jó, nem akartam közbeszólni, hogy nem feltétlenül kell 2 szó után tippelni. Igen, nem kéne. Nem, ennyi. Bogát, pók!
Biztos, hogy nem kéne. Az van, hogy amint felvettem a szemben, ezt a szart leblokkoltam. Igen, és onnantól kezdve így le voltam blokkolva, és ennyi. És így nem, tehát hogy engem végtelenül zavar, ha elveszik a látásomat, azt hiszem. Nagyon, úgyhogy lehet, hogy csak becsukott szemmel kell játszani, vagy az arcodba húztatod. Én nem tudom egyébként, hogy ez pont ettől, de hogy rám magamra veszem, és onnantól, nem. Tehát, hogy onnantól így nem működött semmi tovább. Arra egyébként így finoman hozzátenem, hogy egyébként nekem a füleim is be vannak dugva. Itt hallani, hallom őket nyilván. Az összes érzékszer. Zseniális, nagyon rossz érzés. Nagyon rossz. A vívást, a kikötőt és a felhőt, azt eltaláltad, az nagyon szép. Az ablak, a sisak, a légy és a naplemente az, ami nem ment. Az a kérdésem, hogy a bejárati ajtón... Sehogy, semmi. Semmi. Na, én tündér voltam. Én balansz voltam. És te is balansz voltál. Ez nagyon rossz volt. Így érzésre volt. Ami azt jelenti, hogy ti balanszért 3 pontot fogtok kapni, mert hogy a kevesebb oldalon pont annyi van. Parancsolj. De nem, többet kapunk, mert hogy egy különbség van csak. Igen? Most mi 4-et kapunk, mert ilyenkor azért az oldalért kapunk, ahol a több kártya van. Úgyhogy mi 4-et kapunk, tehát tündérként 3-at kapsz. Én nekem Léci adjál még egy holdacskát. Beváltunk. És Viktor pedig 3-at kap. Szívesen. Viktor pedig 3-at kap. Várjál. Jó. Mindegy. Jaj, nézzétek, de szépet tudok építeni. De jó. El is vettem a kamera képet gyorsan. Mondtuk, hogy... Nem. Fejpáncél rák. ez nagyon rossz, mert nem a játék, nyilván nagyon tök jó a játék, de ez nekem nagyon rossz. Lehet az, hogy ezt megcsinálod utána, hogy mehessen a játék közben? Mehet tovább. De igen, ez kell hozzá. Közben. A szerepeket az álmodó osztja ki, de véletlenszerűen, és játékos számnak megfelelően vannak bekeverve mindjárt a kártyák. Mindjárt visszakapod és mindig lefotóztatod. Mindig több kártya, mint amennyi. Ennyi amúgy, egy kört játszunk csak. Tényleg? Hú, hála az élet! Az helyzet, hogy nagyon gondolkoztam rajta, hogy mennyire gáz lenne megkérdezni, hogy nem lehetne kihagyni engem a következő körben, mert hogy tényleg ilyen szorongó érzés. Ha már az összes játékos volt egyszer álmodó, akkor a játék véget ér, minden játékos számolja a pontjait, nem megfeledkezve az egypontos levonásról, amely minden előttük erről büntetésért jár. Ez a büntetésekkel nem játszottunk, de ha hibázol, mint a fürdőszobánál, akkor azért járt volna bünti. Jó, egyet visszaadok, hát most. Én bármennyi szívesen visszaadok, beismerem a vereséget. Így csak nagyon utolsó vagyok. Mi volt ennek a játéknak a neve? Álmodj velem. Ez nekem tetszett eléggé. Ez elég parádés ez a játék. Egyértelműen láthatóan nem való mindenkinek. Nem való mindenkinek. Én nagyon furcsán érzem magam ugyanúgy, ahogy Viktor, hogyha elveszik a bármelyik érzékszervemet. És... A hallásommal nem zavar. A hallásodat megszoktam. A hallásodat megszoktam, ez a látás dolog, ez viszont nem adta. Nem! Egyébként azt mondok, hogy ez lehet-e azért, mert hogy én mindig zenét hallgatva járok mindenhova, és alapvetően a látásomra hagyatkozom. Igen. Hú, nagyon. Ez nagyon fura volt nekem. Nagyon. Az a lényeg, hogy kinek van több... Ja, a kaci abba megy. Jó, de azokat nem számítom. Te énekeltél. Jó, de igen, te abban mész haza? Mert ha akkor az plusz 40. Nyilván, ha az éneklős pontodat számoljuk, akkor a hazamenős pontját is számoljuk. Nem, mert ő már énekeltem, meg még nem mentem haza. Ha nem énekeltem volna, akkor is nyertem volna. Lássuk be. Nem, akkor annyi pontod, amit Kacinek. Nem, akkor 17 lenne. És a Kacinak mennyi van? 12. De miért van 17? Azért, mert 5-öt kaptam pluszba az éneklésért. 10-et kaptál az éneklésért. Jó, de még akkor is nyerek. Nem, akkor legalább. Akkor legalább volt a kacival. De történetbe énekeltem, úgyhogy az plusz. Igen, de hogyha ezeket nem mind játsszuk. Ha nem ezt játszottuk, nincs esélyem, felül nem nyerhetsz nyugodtan, mert te élvezted a legjobban. Tehát akkor az igazi győzelem a tied. Mondjam, ha nem lettem volna ennyire tehetséges, akkor csak egálban senki nem mondta, volna. Hogy, senki nem mondta, hogy ez tehetség is kell, csak énekeld el. Mi nem dolgozol azon, hogy megszerettesd magad velünk, és velünk egyaránt? Szerintem... Ők sokkal többen vannak. És igen, sokkal jobban kedvelik. Mi? Dehogy ezután. Nem. Ők sokkal jobban szeretnek engem, mint ti. Szerintem ebben megegyezhetünk. Szerintem pont, hogy nem. Szerintem ránk támaszkodj, Viki. És amúgy... Nem éri meg. Én összezavarok. Drágáim, átállunk a következő játékra, és az nagyon kevés percet fog igénybe venni, de addig is
jövünk mindjárt. Okosan, nem sokára. Ügyesen. Sziasztok! Sziasztok! Szeretjük a Wikit, szeretünk Wiki szív, szeretünk... Ez most pont nem megy, ugye? Nem, de fölötte pont volt egy olyan, hogy nekem nem szimpatikus ez a Wiki. Wiki nénét szeretjük. A maga különböző. Jó, de utána volt egy kettős pont P. Mi? Én a kakaót jobban szeretem. Hát mondjuk a kakaó... Hát... Ez a helyzet, hogy a saját anyámnál is jobban szeretem a kakaót, úgyhogy... Jó, ők mondjuk...
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! Visszatértünk! A Century Fűszer út nevű játékkal fogunk játszani. Ha van játék, amiben én rossz vagyok, az általában resource management. Resource managementben nem vagyok különösebben erős, viszont ez a játék, hogyha most kezdél társasozni, akkor is tök jó, és van benne annyi advanced dolog, hogy azok is élvezhetik, akik folyamatosan játszanak, és sokféle játékkal játszanak. Én egyszer játszottam ezzel, akkor nagyon élveztem. Iszonyatosan megvertek. Ráadásul egy 7 éves. 8. Nem tudom, hogy ezzel javítok-e. 7 és fél. Aki legalább maximum harmad. 8 volt, vagy 9? Nem tudom. Mindegy. Szóval... Mire véget ér ez a stream szakasz, egyébként 16 éves. 16. Lényeg, hogy a színes kockákat meg tudtok. Szóval amikor játszottunk, egy 85 éves sakkmester megvert, de hát ez van. Ha lemaradtatok volna a stream elejéről, ez egy promóciós stream a társasjátékok ünnepének a konferálása valójában. Ugye a társasjáték ünnepe az november 10-11-én lesz a Lurdiban, nyerhettek rá jegyet. Ebben a streamben a leírásban ott van egy link, ahol tudtok jelentkezni. Ebből fogunk sorsolni egyet Facebookon, és 3 ember kap egy kétnapos páros jegyet. Azaz, hogy 3 ember 3 kétnapos páros jegyet fog nyerni. Ha szeretnétek nyerni, akkor töltsétek ki azt a kis doksit. Egy kétnapos páros jegyet is így osszátok el. Osszátok meg egy törött milliárddal. Összesen 4 belépésre jogosít. 3 emberre kell elosztani. Igen. Jó mulatás. Jó mulatás. Jó. Felrajzoljuk majd mi a kört, amiben harcolhatnak. Akkor sem érdemes aggódni, ha esetleg nem sikerül nyernetek, mert most még limitált ideig elővételben kedvezményesen lehet jegyet venni. Annak a linkjét is megtaláljátok a leírásban. Azt mondtuk már, hogy mi is kint leszünk vasárnap. Vasárnap kint leszünk délután. Mi ketten. A Viktor streamel, a Viki meg... Ez melyik vasárnap? Ez 11-e. Jó, én addigra még nem látok előre, srácok, ez nem így működik. Most szombat van, a holnapot se látja teljesen, azon kívül, hogy valószínűleg Red Dead Redemption-ezni fog. A vasárnap viszonylag egyszerű. Pihensz. Igen. Közben jött egy donétünk. Jött egy donétünk? Iszonyatosan tetszik, köszönjük szépen Robinak. Ez a játék, ugye az előző az Álmodj velem, olyan, mint a Dixit és a Bank keveréke, szép képekre kell asszociálni, és kvázi van egy sheriff, és lehet helyettese, bandita, félrehozat, és renegált, aki ide is és oda is mond. Mikor jöttök Szegedre? Egy közönség találkozó. Hajrá, kacicák! Hajrá, kacicák! Annyira szeretnék egy közönségtalálkozó sorozatot szervezni Magyarországon. A világon, egy ilyen közönségtalálkozó roadshow-t. A világon, New York. Következő állomásunk New York. New York. Mind a két nézőm, aki New Yorkban van, mert tudom, hogy kettő van, szoktak donételni, mindig nagyon meglepődök, hogy ekkora összegek léteznek a világon. Ő hozzájuk kiugranik, akkor első. De akkor tűzzétek ki, hogy melyik héten szeretnétek egy olyat, mondjuk jövőre, és akkor bérelünk egy ilyen kis buszt, amivel ezt minden nap elmegyünk egy városba, és azt akkor... Azt mondja, hogy te nem szeret autózni. Menjünk vonattal. Biciklivel. Na jó, de ha kocsival menjünk egy csomó társasztal. Őt meggyőzted, engem meg egy kicsit kell. De ő nem szeret autózni. Mármint, hogy rosszul van. De a társastáskába is bele lehet egy csomót pakolni. Mindegy, ezt most elültettük ezt a bogarat itt, és elkezdjük majd szervezni. Magánvonat! Magánvonat! Egyébként abban mennyi társas be lehet pakolni. Én akkor kérhetek két új ilyet? Nem, már ezek ugyanazok. A kettő, a Szegedre fogunk menni egyébként, de csak Julcsi meg ez én, Kaci nem igen. Valószínű, de legalábbis nem akkor tudom, mert még nem beszéltünk róla. Jöhetsz, ha jó leszel. Jó. De miért lenne hajó? Nagyon szeret. Azért fogunk... Játszunk szerintem! Ugye az előző ilyen hosszabb streamünkben a Beagle fajta mentésnek gyűjtöttünk, akik egy szegedi alapítvány, és már egy csomószor gyűjtünk. Beszéltük, hogy lemegyünk hozzájuk, és meglátogatjuk őket, és az ugye pont Szegeden van. Úgyhogy ha lemegyünk, akkor nyilván ki fogjuk ezt írni, és ha már ott vagyunk, akkor akár találkozhatnánk is. Összeülhetünk egy kicsit játszani. Igen, egyébként azt és érek, ez hogy... mikor lesz? Ezt nem tudom. Ja, jó. Addigra Viktornak lehet, hogy simán lesz a streamer busz, és akkor mehetünk azonnal. Nem, most nem abban az irányban. Egyébként azt hiszem a streamer busz lehet, hogy nagyon magasra húztam. Tehát, hogy ez a havi 20 000 dollár, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, az lehet, hogy egy kicsit combos van. De elegáns busz terveztem, szóval. Atyán úr, hogyha esetleg.
Milyen volt? Én ne, könyörgöm, ne. A Mr. Soros. Igen. Soros bácsi. Soros bácsi, streamer buszt akarom én. Gyuri bácsi, streamer buszt. Na, ez mennyire jó lenne. Na mindegy, menjünk is tovább. Szóval fűszer út, resource management, kaci. Igen, nem túl meglepő módon, ugye fűszer kereskedők leszünk, akiknek az lesz a célja, hogy minél több fűszert juttassunk a karavánunkkal egyik pontból a másikba. A felső sorban találtok a pontkártyák, ezek érnek majd pontot a játék végén, nem túl meglepő az módon. Az egyébként, az megvan, hogy az összes ilyen jellegű kereskedelemre alapuló menedzserjáték, az gyakorlatilag azt erőlteti, amit így a gazdaságban, a valóságban próbálsz elkerülni. Tehát, hogyha már látod, hogy hárman fűszert szállítanak, akkor te valószínűleg sokkal jobban jársz, ha letelepszel teríteni azt a fűszert mondjuk a célnál, de nem, te odász negyediknek fűszert szállítani a nyavajás sivatag közepére. Mindegy, igen. Azonban ennek van egy hip verziója kábítószerrel? Simán elképzelhető. Az a helyzet, hogy csak ki kell cserélnünk a neveket, és már is tolhatjuk a hipverziót. Ha nincs, akkor ez egy piaci rész. Szóval ezekből a kártyákból mindenki legyen olyan kedves, válasszon egyet. Ezek teljesen ugyanolyanok, egyet leszámítva. Ezt szeretnék egyet. Téged foglak hibáztatni, ha az egy kapkártya. Mindegyik egyforma, kivéve az enyémet, mert az enyém a kezdőjátékosnak járó kártya. Persze, kiosztottad neki! Van a jobb alsó sarokban egy ilyen kis bogyó. Szerintem, meg csak te is fordíts meg, Viktorom, mert erre fogod pakolni. Erre fogjuk pakolgatni a kis fűszereket. Igen, szóval ugye négyféle fűszer lesz a játékban. A kurkuma, a sáfrány, a kardamom és a fahé. Még egyszer? Az egyszerűség kedvéért a sárga, a piros, a zöld és a fahé. Mert a fahé meg is. A sárga, a piros, a zöld, meg a fahé. Meg a fahé. Szóval ezekkel fogunk mindenféle kereskedni. Alapból van már két kereskedő kártyátok, ez mindenkinek ugyanaz. Ezek mellé fogunk új kereskedő kártyákat szerezni a játék során, az alsó sorban. Ha ez mindenkinek ugyanaz, akkor Viki miért akarta kicserélni, mert, és mire? Mert a Dávid megpróbálta meggyőzni. Ezt nem láthatjátok. A jövőre való tekintettel gondoltam, ezt elplantálom. Jó, szóval az alsó sorból tudunk majd kártyákat felhúzni. Ugye a fűszerek szerepét megbeszéltük, és a karaván kártyákat kiosztottuk. Nagyon jó. Én vagyok a kezdőjátékos, úgyhogy én rögtön kapok 3 sárga kockát, a többiek pedig 4-et. Akartam mondani, hogy miért olvassasz a megedet, szerintem, az a helyzet, hogy én is tudom a szabályokat, úgyhogy ha valami van, akkor azt majd mondom. Akkor ketten együtt csaljátok el? Szóval... Hát csak ne, te ezeket rá kell rakni. Igen. Aha. Te 3 sárgát kapsz és egy pirosat. Yeah, és miért? Én mit kapok? Te 4 sárgát, meg Dávid is. 4 sárgát. Oké, Dávid is. Én jó. Nem, én is kapok valami extra-t, nem? 4 sárgát kapsz. De Kaci, biztos ez? Igen, ide van írva. Szájba foglak rúgni. Ide van írva, erre a papír, amit nem mutatok meg. Azt nagyon szeretném megnézni, hogy felrúgsz olyan magasra, ahol Kaci szája van. De csak így, nem kell, hogy ott legyen Kaci szája, csak így, ahogy megmutatod, hogy felrúgsz olyan magasra. De hát 146 cent. Igen, feláll a létráról. 177. Add ide a szabályt. Te most leszóltad, hogy Kaci milyen alacsony, mert hogy én szignifikánsan alacsonyabb vagyok. Kaptunk egy donétet. Mind a ketten. Memorú! Igen. Memorú, imádlak! Sziasztok, ugyan kicsit megkésve, de már én is csatlakozok. Jó játékot, srácok! Hashtag team mindenki, hashtag Viki szép, Kaci nagyon jól áll ez a sapi. Köszönöm szépen. Ezt akartam kérdezni, Kaci, hogy ez a sapka, ez most szerintem nagyon jól áll nekem. Abba megy haza. Ebben fogok járni, igen, megbeszéltük. Szóval, a Century fordulók sorozatokból állnak, és egy-egy lépést teszünk meg mindig, amikor ránk kerül a sor, és utána szépen tovább passzoljuk a kört. A lépésében a soron következő játékos a következő 4 akcióból választhat valamit. Vagy kijátszol egy kártyát a kezedből, ugye csak 2 van nálad, vagy szerzel egy kártyát, vagyis felveszel egy kártyát az alsó sorból, vagy pihensz, a pihenéssel tudod visszavenni a már kijátszott kártyáidat, vagy tudsz venni pontkártyát a felsorból. Figyeljetek erre ide, mert különben nem fogjátok érteni. Jó, én tudom. Tudom, úgyhogy ne trollkodj szét a Viktorét, aki nem. De Viktor trollkodik azzal, hogy rosszul helyezi le a kockákat a... Ne nézz oda! Nem tudok nem oda nézni! Szóval, kijátszol kártyákat. Amikor kijátszol kártyákat, ebből 3 kártya lehet. Vannak a termelős kártyák, ebből van nálatok egy, ez amikor csak kockák vannak a kártyán. Ezzel azt tudod, hogy kijátszol és termelsz annyi és olyan kockát, ami rajta van. Szóval, oké, osszuk fel a piacot. Én termelem, Dave szállítja, Viki teríti, Kaci magyarázza a szabályokat.
kocsi. Ő a hatóság. Learatom a bobírokat. Szóval ezzel a kockával termelni tudsz, értelemszerűen olyan is annyi kockát, amennyi rajta van. Itt például, most pont ott a második, az pont egy termelős kártya, az két sárgát, meg egy pirosat termel. A második. A második. Igen, az. Aztán vannak a fejlesztés kártyák, ebből is van nálatok egy, ez az, ami fölfelé nyíl van rajta. Ez ahány kocka van, annyi lépést fejleszthetsz összesen a már nálad lévő kockákon. Tehát a nálad lévő két felfelé fejlesztés kártyával, vagy felfejleszthetsz két sárga kockát két pirosra. Tehát azok értékesebbek? Tehát a fahéj azok értékesebbek, a igen. A fahéj a legértékesebb. Így jönnek sorba. Így jönnek sorba. Vagy felfejleszthetsz akár egy kockát is kétszer. Szóval egy sárgából csinálsz egy zöldet. Ezzel majd, ez nagyon kilóg a sor. Ezzel majd lehet játszani. Az is lehet, hogy nem akarod az összes kockádat, nem akarsz az összes fejlesztést elkölteni, mert mondjuk szükség van a kockákra ahhoz, hogy megvedd a pontkártyákat. De az a lényeg, hogy maximum annyit fejleszthetsz, amennyi van a kártyádon. Aztán vannak a cserekkártyák, ilyen már nincs nálatok kézben, de ott van, az ilyen lefelé nyíl van rajta, azzal becserélhetsz adott számú fűszert egy másik fűszerre. Például ez a kártya, ez három sárga fűszert becserél egy barnára, hogyha ezt kijátszod. Fontos, hogy az összes többi kártya az csak egyszer használható, tehát ez csak egyszer termel, ez csak egyszer upgrade-el, viszont cserélni egy kártya kijátszásával akár többször is cserélhetsz. Tehát megcsinálod azt, hogy van... Visszaveszed utána a kártyát? Nem veszed vissza a kártyát, annyi, hogy a kijátszáskor többször hajtod végre az akciót. Okay. Szóval nem csak három kártyát, vagy három sárgát válthatsz be egy barnára, hanem akár hat sárgát is beválthatsz két barnára. Ja, értem. Szóval többszörözhető a mennyiség. Igen, barányos. De csak a cserénél. A fejlesztésnél, meg a termelésnél nem. Jó. Ez volt a csere, és ezen kívül vannak még a kártya szerzés, ez amikor megvesszük a felső sorból a kártyákat, vagy hát a pontkártyák megvásárlása. Ehhez, hogy meg tudjál venni egy ilyen kártyát, annyi és olyan kockával kell rendelkezzen, ami a kártya alján van, szóval ahhoz, hogy a legelsőt megvedd, ahhoz például három piros, meg két barna kockára van szükséged, és hogyha olyan kártyát veszel meg, ami fölött van arany vagy ezüst pénz, akkor azt is megkapod, ez majd bónuszpontot jelent. És ott meg fölötte az összes kockát megkapod. Nem? Nem. Fontos kifizetem. Még, hogy az alsó kártyákért fizetni kell, hogyha meg akarod őket venni. Ez úgy működik, hogy minél jobbrább van a sorban egy kártya, annál többet kell érte fizetned. A minden egyes kártyára, ha meg akarod venni, akkor az előtte valókra le kell raknod egy fűszert. Ha legelsőt akarod megvenni, akkor előtte nyilván nincs kártya, ezt megveheted ingyen. Ha a második kártyát akarod megvenni, akkor az elsőre már raknod kell egyet. És így. Uh-huh. A harmadikat akarod megvenni, akkor az első kettő. És azok, akik ezeket megveszik, azok megkapják, azok a, megkapják a fűszereket. Okay. Igen. Ugye max 10 fűszer helyetek van a karavánon, úgyhogy ennél több nem lehet nálatok. Ha van, akkor el kell dobni. Igen, ennyi lesz igazából a játék, és amikor egy játékos megszerzi az ötödik pontkártyáját, ugye azok a felsősorban vannak, akkor van vége a játéknak, és összeszámoljuk, hogy mennyi pontunk van a pontkártyákból, mennyi pontunk van a pénzből. Az aranyérmék azok 3 pontot érnek, az ezüstök pedig 1 pontot. És a végén a fűszereid is érnek, amik a... És a végén a fűszereid maradtak. Is érnek valamennyi pontot, de azok ilyen, az minimális már. Hiszem 1-et. Igen. De az már 10 pont lehet, hogyha tele vagy, és mondjuk nem tudsz megvenni 1-et. Na! Azt hiszem értem. Igen, minden nem sárga fűszer. Nekem egy dolog nincs meg, de valószínűleg az én hibám. Hogyan lesz pénzünk? Ja. Ezek a pontok. Aha. Ezek a pontok, ezekkel szerzel fűszereket, a fűszerekből fogsz vásárolni pontkártyákat. Ez eddig megvan. Pénzed és nincs a ezek a pontok. Fűszerrel kereskedsz. De hogy ott van a pénz? A pénz az pont. Az bónuszpont. Az bónusz ha pont. Megveszel egy olyan kártyát, ami fölött pénz van, akkor az megkapod a pénzt is. És mert az bónuszpont. Ha valaki megveszi ezt a kártyát, elviszi ezt a hatot? Nem, egyet. Ja, csak egyet. Mert aztán ez ugye lecsúszik. Bejön egy okay, és akkor te, újra. Oké, okay, jó, király, köszönöm. Direkt raktál ki csak 6 pénzt? Nem. Nagyon jók azok a pénzek, aha, nem néztetek el? Nagyon jó, tök jó, az egésznek tök jó az anyagminősége, fémből vannak a pénzek. És tök király minta van rajta. És király kis minta van rajta, és fák a kockák. Nekem csak az hiányzik, még egy van? Köszönöm.
Csak az hiányzik, hogy ez mondjuk egy ilyen lukas, vastagabb anyagból készüljön, amiben így bele lehet rakni, be lehet, mint a Dark Souls-ban is megtartja. De ezt csak és kizárólag az én OCD-m miatt fontos. Na, kezdjünk, jó? Kezdjünk! Szóval, csak hogy gyorsan, még egyszer tudod... Yeah, yeah. Azt kezdi, aki a legtöbbről meg tudja mondani. Ja, nem te kezdesz. Én kezdem. Fahé! Szóval, vagy... Azt hittem ezzel már gyere. Sárga a kurkuma! Vagy kijátszol egy lapot, vagy veszel egy lapot az alsó sorból, vagy pihensz, vagy veszel egy lapot a felső sorból. Ezeket tudod csinálni. Igen. Ha pihensz, akkor fel tudod venni a már kijátszott lapjaidat. Okay. Szóval, én mondjuk azt mondom, hogy... Én intézem nektek a lapokat. Én termelek két sárgát. Viktor. Én is termelek két sárgát. Ennyi volt, nem? Uh-huh. Én... Én megveszem ezt. És most lejjebb csúszik? És uh-huh. most így lejjebb csúszik minden, és kijön egy új. Roppant érdekes, roppant érdekes. Akkor én most ezt kérem. Így bevillant, hogy elfelejtük bekeverni a sárkányokat, de azt rájöttem, hogy az az... Az a másik, az az ember, az meg vagy nekem is bevillant ez? Ez most megint csúszik, elején? Nem? Igen, csúszik. Ez most megint lecsúszik, és kijön egy új. Mm-hmm. Én... Nyilván értenem kéne. Én upgrade-elek két sárgát, két pirosra. Nem rossz. Nem rossz. És közben nézem a csetet, hogy nem elrontottunk el valamit, de valószínűleg nem. Én akkor most... Megvehetem azt a kártyát. Ez ingyen van. Köszönöm. Ja. Ha konstansan rosszul játszol valakit, akkor az igazságos marad. Ez a... Ez és a volt cél. Egy donét! Volt egy donét Dave-nek nagyon-nagyon szépen. Köszönjük! Hiányzott egy jó Fun with Geek stream, mint egy falat kenyér. Köszönjük! Jó játékot, srácok, hashtag team, minden... Nem, az nem az. Vikinek készcsók, nektek meg pacsi! Jó, hát. Te tartsd a kezed. Én... Te rosszul... kész csokot akarsz? Nem, rosszul olvastam a pacsit. Miért olvastad? A két magánhangot felcseréltem benne. Picsa? Nekem ezt ki kellett mondanom. De miért és hogyan? Én kijátszom ezt, úgyhogy magamhoz veszek kettő darab sárgát, és egy darab pirosat. Uh-huh. Uh-huh. Én kérem ezt. Jó, én is megveszem az elsőt. Jó. Ja. Kéne egy külön játékos, aki csak ezt csinálja. Kár, hogy nem lehet így a másiknak a karaványát szétcseszni. Ja, azt hiányzik ebben a játékban. Hogy ne lehetne. De nem így, hanem mint a... Ne! Bármit, csak ezt nem! Ó, ez így jó. Egy haverom megvette a Master formálását, és így játszottak a... Abban is ilyen kis kockák vannak, meg fejleszteni kell, meg gyűjtögetni, meg ilyenek, és így mondta, hogy játszottak a feleségével, és ez 90%-ban az egy single player játék, csak így el vagyunk egymás mellett, és aztán játszottunk együtt négyen, és folyamatosan az volt, hogy jó, rádobom a meteort, elpusztítom a ötös forradat, nem úgy mondta, hogy ez egy single player játék! Én azt hiszem pihenek. Akkor Viktor, ezt pihen, és akkor visszaveszed a kijátszott kártyádat. Jó. Csak egyet, vagy az összeset? Az összeset. Én azt fogom csinálni, hogy kettő sárgát upgrade-elek kettő pirosra. Az a baj, nekem annyira be van rendezkedve az agyam arra, hogy így lemegy egy kör, és akkor majd resetelünk meg ilyenek. De hogy nem, hanem nem, hogy hanem folyamatosan megy. Kérek szépen kettő sárgát. Köszönöm. Amúgy nem kéne mutatni a... De csak még kiváltottam. Jaj, jó.
Én azt fogom csinálni, hogy megveszem a második kártyát, az ami két sárgát becserél két pirosra. Ennek nem sok értelme volt. Mindegyik kicsúszik, és jön egy új. Hát mondjuk volt valamivel. Egy picit jobb ez, mint az a kártya, de nem sokkal. Wow. Ja, ez elég jó. Oké. És ugye amikor a lefelé nyilván, tehát cserélsz, akkor az akár többször is megtörténhet egyszerre. Én... Micsoda? Tehát a cserés kártya, amin a lefelé nyilván. Többször, de ezt mondta is, Kaci. Ó, igen, azt elfelejtettem, pedig akkor ezt is megcsináltam volna. Mit? Hogy ezek is pirosak legyenek. Mert te már játszottál ki cserés kártyát. Igen, ezt. Nem, az upgrade kártya. Az ja, aztán. Hogy ja. A lefelé nyilas. Igen. Az, ami többször is megtörtént. Én jövök, én meg fogom venni ezt. És te iszok. Én akkor fogok úgy cserélni három sárgát, hogy hat sárgát cserélek, és akkor szeretnék kérni kettő pirosat, meg kettő zöldet. Ügyes. Ügyes, és akkor a sárgák meg bejönnek ide. Az baj. Igen. Hát... A baj az erős, de nem jó. Én azt fogom csinálni, hogy... pihenek egyet, és visszaveszem a kártyát. Ja, hogy akkor mindet visszaveszed. Mindet visszaveszed, ahol mi nem volt. És nagyon durva! A fűszerút hogy... prók már valószínűleg látják, hogy mennyi helyen ne! Szar a stratégiánk. De azt akartam! Tehát így... Nem tudom, mit csináltam, de haragszik Dave. Az jó! Az jó! Jó, akkor... Nem tudom, mit csináltad, de valamit jól. Igen, mert hogy két lépésből meg tudtam volna venni persze ezt. Meg. Hogy ne ja, és most te tudod két lépésből. Igen, meg tudom venni két lépésből azt. Én akkor kettőt upgrade-elek, hát két zöldet, két fahéjra. És akkor olyat, mert csak következő körbe vehetek? Igen. Oké, okay. Akkor ennyi. Mit akarsz venni? Ezt akarja megvenni. Te azt meg tudod venni. Nézd meg! Mennyire jól állsz, én meg mennyire szarul! Igen, én is azon gondolkozom, hogy ugyanarra pályázok, amire Viki, csak lehet, hogy három kör lemaradásból lenne meg, ami egy nagy kicsit talán akasztó. Ez nagyon jó lap, amit megvettem. Ez annak tűnik. Ja, amit megvett Viktor, az a nagyon jó lap. Igazából van egy nagyon rossz lapom is, amit megvettem. Jó, hát én hát én termelek két sárgát, mert mi más csinál? Ekkora király vagyok. Én fejlesztek három sárgát. Már megint vikinger, azt írják. És akkor ez három piros, ugye? Igen. Tehát vagy egy sárgából csinálsz egy barnát. Jó lesz ez így. Belefostál a taktikámba, Viktor. Igyekeztem, I guess. Abszolút sikeres volt. Miért van az a sapka Kati fején? Mert az én három pirosból csinálok három darab zöldet. Te hogy van ilyen hármat fejlesztősötök? Én akkor szeretném ezt megvenni. És kapsz mellé egy aranyat is. Igen. És még aranyat is kap mellé. Ezek lecsúsznak. Ennyire csicska pontyot, sem ennyi fűszerem nincs. Hát az otthoni konyhában. Az a helyzet, hogy nagyon úgy látom, hogy a kis tervezgetés nem éri meg. A vegyi üzemet kell üzemeltetni és fejleszgetni, cserélgetni. Igen. Tehát, hogy... A ki jön? Kaci. És nem tudom, hogy az neked még benne. Kicsit fejjelzés akkor benne. Akkor én ebből a négy sárgából csinálok négy pirosat.
Miért épül kell? A diktatúra. Igen? azt mondod? Ezt szerintem most lehet, hogy rám értett. Ó, ez most nem én vagyok, áh! Ez most nem te vagy. Amúgy innen is lehet húzni. Hogy mi? Ha innen nem tetszik semmi, akkor tényleg? Innen is húzhatsz. Nem. Nem? Nem. A lent lévőkből. Én upgrade-elek 2 sárgát 2 pirosra. Az a másik egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy jó taktikát ízzek. Nem. Nem, ez egy rossz lépés van. Nem, ezt kellett volna csinálnom. Nem, onnan nem ment. Meg miért vennél meg egy randomot? Oh, ez de rossz lépés volt, úristen! Miért vennél meg egy randomot 6 kockáért? Ja, valami miatt azt hittem, hogy igen. Mert az Ethnos bonnon is húzhat. Igen, igen. Figyeljetek, mert már most magyarázzuk a következő játékszobájait, hogy ne menjen vele az idő. De az csicskalap, az lefelé fejleszt. Igen, nekem is egy olyanom van, és nem értem miért azt vett. Szerintem nem rossz, hogyha tudsz lefele is váltani, mert különben megakadnál fel. Én pihenek. És nem tudsz vele semmit csinálni. De hát én tudsz sárgát pihenek. Termelni a szaroddal. De hát milyen elenyészítő mennyiségben. Jó, én azt fogom csinálni, az a baj, hogy most én be vagyok ragadva, mint az állat. Megveszem azt a legelső lapot. Parancsolj! Bocsánat. Semmi baj, nem engem zavar! Én felfejlesztek 3 pirosat, 2 fornára. Oh. Oh! Nice! Noisy. És te meg tudod venni azt? De hogy csak a következő körben, és eddig a Viki megveszi. Nincsen semmilyen. Ez Vikinél nem probléma! Mindenki dölj át, és nézze meg, hogy hogy veszi. Rászol Mészárosra, és az a baj, megveszi. Én is azt akartam megvenni! Jó, akkor viszont újra tervezés. Mert hogy Viktor szopat! Tehát, hogy senki más... Én nem akarlak! Én csak dolgokat csinálok! Hajjaj! Menjék a Tesco-ba, valaki kér valamit? Valami sós chipset. Jó, én... Más nem mehetek, de egy sós chipset ahhoz, az jó lenne. 2 darab barnát, mert az még jó lesz valamire később. Én most... Sárgát. Én nagy nehezen felfelezettem a sárgákat piros, és most a pirosokból csak sárgát. Nice! Kassz így topog egy magát. Kicsit a izét láttam, amikor SimCity-t streameltél, és így állt fel a tím, úristen, mi történik? Köszönöm, annyira jó, hogy ott volt Szajmi, mert különben... Elkezdtem City Skyline streamelni, és azóta videókat nézek arra, hogy mik a megfelelő út, mik a megfelelő kereszteződés kiépítési módok. És akkor így ide húzza egy utat, körbe húzod, azokat kitörlöd, mert azok csak arra kellettek, hogy rögzítési pontok legyenek, és így... Úgyhogy olyan körforgalmakat tudok már építeni, hogy... Én a Stardew Valley-zek, és most vagyok az első telemnek a végén. Switchen? Aha. Ah, igen. Egy dolog. Én még mindig amiatt venném meg a Switchet, ha nem lenne ilyen olcsó műanyagból. Majd lesz jó. Várd meg a következőt. Jön a Pro, és akkor az... Az a baj, hogy akkor ki kell majd találnom magamnak valami más kifogást. Én megveszem a... Légy színe? Ezt, és viszek meg le arra. De azt nem tudod megvenni. Történt valami azért, mert azt mondom. Meg a pirosat, meg feketőt. Ja, jó. És akkor vihetsz mellé egy... Nálam van, nálam. Nagyon jó, akkor ez lecsúszik. És azt hiszem a következő körben rápijenek, egyelőre nem állunk jól. Mindenki meg tud venni mindent, csak én nem. Igen, és akkor én örülök, mert akkor én viszont azt csinálom, hogy a 2 sárgáért megveszem ezt. Jó. Mert? Nem tudom miért haragudtál rám. Azért, mert azt hittem, hogy ezt akarod megvenni. Jó. Nem vettem észre, hogy neked pirosaid is vannak. Én jövök. Te. Igen. Akkor én felfejlesztem a 2 sárgát 2 pirosra. Köszönöm. Én meg felfejlesztek 1 pirosat egy barnára. Oké.
Azt hogy tudom egy körről megmenni? Sehogy. Nem tud semmit csinálni. De ez se látszik szerintem. Ez nem. Hóli, azért ez se rossz. Jó. Kezdjétek már a vásárolni, hogy azt meg tudjam venni. Szerintem mindenki arra vár, hogy mindenki vásároljon. Dave nem vette el a pénzt. De vettem, ott van rajta. Kártyáján. Pihenek. Viktor pihen, visszahúzza a lapjait. Hello mindenkinek, hashtag teamkaci, hello. Én berántok egy pirosat, meg két sárgát. Az mennyire neked jó. Neked van ilyened? Igen. Miért? Mert megvettem. Az ki az OP. Na az azért az elég erős. Én akkor a kettő pirosat cserélek egy zöldre és három sárgára. De van állítva, hogy ne lehessen az elejére tekerni a streamet, lehet ilyet állítani. Igen, ki kell venni egy pipát hozzá, de autentikus beállítás, hogyha nem módosítod, de jó, akkor össze vissza lehet. Nem tudom. De be lehet állítani egyébként ennél a sőt. Nem csináltam semmit. Én... Biztos úr. Hát vagy YouTube-hoz érkezett valami frissítés nyilván. Én megveszem azt a... Baszt. Ezt? Uh-huh. Egy piros, egy zöld, egy fahé, meg egy sárga. Tessék. Figyelte valaki, hogy... És azt nem, hogy ezt lefordítva kell tárolni. Hogy ne tudják a többiek, hogy mennyit fontot ér. Szóval most gyorsan megnéztem, hogy kinek mennyit ér. Én is tudom, úgyhogy. A sajátodat vagy a többiekét? Többieket. Jó. A Viktóriáidra. Kijön egy új. Megvenni bármelyiket meg lehet, nem? Tehát ott nincs olyan... Igen, igen, nincs. Csak hogy ezekért jár még extra pont. Igen. Jó. Bocsánat. Well. What can I tell? Termelek két sárgát. Mert valamiből dolgozni kell. Későn jöttem, de Kaci miért törpapa? Hashtag Team Victor. Így a Skyfall. Nagyon szépen köszönjük a szupercsetet. 7? Nagyon szépen köszönjük. Én is termelek két sárgát. Drága. Mondjad. Pont 10-ed van? 2, 4, 6, 8, 9. Bár csak lennének négyzetek, volna, hogy lehessen úgy tárolni őket, hogy lássuk, hogy mennyi van. Én akkor három sárgáért szeretnék egy pirosot és egy zöldet. Köszönöm. Megint nagyon szorul állok. Miért állok ilyen rosszul? Pihenek. És vissza az alapjaim. De törpapának, ti játszottatok a Hupikék-törpikék játékkal? Nem. Komolyan. Én azt hát nem emlékszem rá. Esküszöm. Pedig volt magyar szinkronja. Ilyen PC-s kalandjáték volt. Nem emlékszem rá. És egy csomó különböző állomás volt. És meg kellett menteni a törpöket. És volt olyan, hogy ilyen gólyaháton kellett repülni. Volt olyan, hogy a sárkány barlangjába kellett belopakodni a macska gyökérér, és akkor így vagy fönt fújt a sárkány, és le kellett bukni a törpe, vagy lent fújt, volt benne kifestés. Ha valaki ezzel játszott, az írjon már a cseten. És full magyar szinkronos, Smurfs volt a neve. Upgrade-eltem. És nekem meg volt lemezem. Amit én fogok csinálni, az az, hogy a sárgáimat zöldre váltom. Három zöldre egész pontosan. Én pihenek. Na, ilyen, egy csomóan játszottak vele. Tényleg, de jó. Teletransporter. Teletransporter, tényleg. Nagyon jó volt. Tényleg, kaci. Volt benne ilyen, hogy a teletransporterpöt kellett megépíteni, hogy megmásd a törpöket, vagy oda tudj teleportálni. Én ehhez fiatal vagyok. Egy próbát megérsz. Megint ilyen csicska vannak, termelek kettő sárgát. Ez senkinek nem kell soha. Nem, baj, hogy egy csomó olyan van, amiből pirosból tudok gyártani, mert úgy nézett ki az elején, hogy foson leszek pirosban, és aztán elmúlt. Esküszöm, egyszer megstreameljük ezt a törpikéset, és lehetett többen játszani ilyen hot seatben.
Kacit nagyon elragadta valami, minket igen. Én rommá játottam azt a játékot. Igen, mi valahogy máshogy... Elragadtak az emlékek. Pihenek. Én kettősságát szeretnék. Az van. Köszönöm. A, nem működik nagyon jól a termelési része. Csaltam? Mit csaltam? Nem csaltam. Nem. Mit, te jössz, Kaci? Mit és mikor nem? Ez a nagy kérdés, Kaci. Az két kör. Valamit venni kéne, de mit? Az a baj, hogy nagyon drágán menne az egyetlen, amit most úgy igazán érdemes lenne venni a fönt lévő kártyákhoz képest. Csak cserék igen. Jöttek, termelés és fejlesztés nem. Termelés és fejlesztés nem érkezett, és annyit viszont már nem ér az a termelős kártya, hogy kiperkád érte végig igen. Az előtte lévő. Főleg, ha beragadt és csak fejlesztett izeid vannak, akkor... Akkor még nehezebb. Akkor még nehezebb, igen. Mert úgy tök mindegy, hogy milyen kockát raksz le, de értelemszerűen mindig a tehát ugye nem rögtön a kást rakod le, hanem néha csak a vatkendert. Pirosamból csinálok barnát. Ezt meg kell csinálni így. Sokkal nagyobb. Más ártokkal, ilyen gangsztal, ilyen drogháborússal, droglaborokkal. Igen, én is az látom magam előtt. Az lenne a címe, hogy fűszerűt man. Igen, én is látom magam előtt ezt a játék a Drog Editionben. Viktor, te vagy. Háromból kettő. Ez nagyon jó, én... Ezelőtt egy Álmodj Velem nevű játékot játszottunk, azért rajtam a sapka, azt mindenképp nézzétek vissza. Ez most a Fűszerút, és egy Ethnos nevű játékot fogunk még játszani. És ha valaki ezzel leragadt volna, ez egy ilyen resource management tudsz, ahol az a célunk, hogy megvegyük a felső pontkártyákat, a pontkártyák alján ott van az áruk, hogy milyen kockák kellenek ahhoz, hogy azokat meg tudjuk venni. Nyilván az a célunk, hogy úgy cserélgessük a saját kockáinkat, meg úgy termeljünk kockákat, hogy minél hamarabb kiépítsünk egy tök jó decket, amivel lehet viszonylag gyorsan pörgetni. De nem tartunk ki. Ez nem sikerült egyikünk, és Vikinél egész jó. Szeretnék kérni egy fahéjat, ehelyett meg egy pirosat. Vikinél egész jól megy, de nem sikerült nagyon jól felépíteni. Ja, nem csinálja rosszul a csaj. A gyártási láncunkat még egyenlőre jól. Ráadásul az a suta egyébként, hogy olyan cserekártyák vannak lent, amik zöldből, tehát ha megnézitek, akkor 1, 2, 3, 4, a 6 kártyából 4 zöldből csinál valamit, igen. Ami ugye egy nagyon értékes kocka alapból, és hogy el kéne jutnunk ahhoz a nyomolyán zöldhez, mielőtt elkezdünk be a dolgokat csinálni. Tehát hogyha lenne olyan például, hogy zöldet gyártunk, akkor ezek a kártyák mind nagyon jók lennének. Igen. De hogy senkinek nincs olyan, hogy zöldet gyárt alapból. Én olyat tudok csinálni, hogy ebből gyártok, a két zöldből gyártok három pirosat, két sárgát, és aztán a három pirosból egy zöldet. Tudok gyártani három zöldet. Na az például egyébként, igen. Az igen. Már egy tök jó loop. Igen. Lenne bármelyik menedzser játékban, ami nincs annyira lelassítva, ugye, mind hogy mindig igen. Ki kell pihenned ez a kártyával. Hát én ezt tudom csinálni, hogy a két sárgából csak... Egyébként egy ilyen trükkel tönkretettem egyszer magamnak egy egész modpacket Minecrafton belül. Nice! Hogy valamiből csináltam én úgy kettőt, aminek az energiájából hogy... gyártottam hármat. De nem te jössz, mi én élvök? Én ja. Pihenek. Én a három cashból és kettő Veszprémi fűből vásárolok. De az értéktelen szar. Hát de jobb, mint a vatkendel. Vásárolok egy ilyet. És bejön egy sok zöldes. Én akkor kettő pirosból szeretnék egy zöldet és három sárgát. Kettő pirosból egy zöld és három sárgát. Az mennyire elég faszal. Ja, ez elég faszal. Én elvesztem. Elvesztettem zsebkendőmet, szidott anyám. Nem tudok mit csinálni, muszáj vagyok pihenni. Hogy horkol, édes szívem. Na, persze. Ott a takaró alatt. A kis cukis. Jó, én nem vagyok benne biztos, hogy ez taktikailag a legjobb döntés, mert nem az, amit eddig terveztem és amit eddig csináltam volna, viszont én ezt megveszem, mert az Istennek nem jön semmilyen hasznos, és cserébe ez ingyen van. Igen. Nagyszerű. Nagyszerű. Soha ilyen jó lapot még nem láttam. Igen, ugye, jó, ez nekem felülírja a terveimet. Nem feltétlen rossz megvenni azokat a lapokat, mert ugye tehát nem az van, mint egy deckbuilding játékban, hogy telítődik vele a decked, és muszáj vagy az egészet kipörgetni, igen. Hanem most elvetted ingyen, de igazából tök mindegy, hogy a kezedben van-e vagy nem, mert nem lesz az, hogy mindenképp át kell rajta menned.
Én most akkor három sárgából szeretnék kéne egy pirosat és egy zöldet. Parancsolj életem. Használd egészséggel. Megint jövök. Uh-huh. De mondjuk pihentem, hogyha most tudok dolgokat csinálni. Ja, ez csak egyszer proccol. Ez csak egyszer proccol, ezt nem számoltam bele. Nem tudom, meddig tart a játék? Gyertek nem tudom, miért. Amíg 5 pontkártyája nem lesz valakinek. Én nem tudom, de messze vagyunk. Én nem tudom, mit értesz pontosan proccolás alatt ebben a játékban, mert nincsen különböző játékmalikák, amiket... Az upgrade. Az okay. Upgrade csak egyszer ugye a downgrade, vagy köszi. A cserét az, amit többször meg tudsz csinálni. Arra volt szükséged? Nem. Semmi szükségem nincs rá. Csak végtelenül unom ezt az egészet, hogy nincsenek normális építőlapjaink. Ja, nagyon jó. Én két sárgát szeretnék. Gacsé? Én nagyon élem ezt a játékot. Dave, nem a csak akkor jár az arany, hogyha a legelső helyen lévő kártyát veszed. Igen, meg. Igen, nem vette el egyébként. És nem az egyiknél... Az egyiknél egy nem az, de ott nem is, nincs is egy arany. Hát azért mondom, csak írják a cseten, hogy Dave-nek kellett volna aranyat elvenni. Ja, nem. Csak akkor jár, hogyha... Csak ezért jár pénz pluszban. Jó, én kifizettem ezt a két kockát, és megveszem ezt. Ettől tartottam. Úgy voltam vele, hogy ennyit már megér, úgyhogy köszönöm, Viktor. Semmi baj. Hol vannak az upgrade-elős kártyák? Jól meg lett ez keverve? Nem tudom, de most keverjétek át. Szerintem. Csak cserés kártyák jönnek. Nem tudom, megkeverted, Kaci? Én felhúzom őket, srácok, ez így nem állapot. Viki nyugodtan termelgesse a bizniszeit, ez így annyira nem izgat, de hogy... Most már egyébként unlimited mennyiségű kártyám van. Egyébként belenéztem, vannak bennem még elég sok... Szia, Karnor! Szia, Karnor! Hogy van a lábad? Kész vagy? Kész. Akkor én kettő sárgát. Ennek a játéknak a Century fűszer út a neve. Kettő sárgát? Egy sárgáért? Az ez, hogy olyan sok lapot húztam fel, hogy most már nem is tudom, hogy mik voltak a döntő lapjai. Kapci, te vagy. Én... termelek 3 sárgát. Ez szomorú, hogy az oda került ez a lap egyébként. Nagyon-nagyon szomorú. Nagyon jó kis lap lesz ez itt, Viktor. Ígérem, vigyázni fogok rá. Én termelek 2 sárgát. Az a helyzet, hogyha ez egy drogkereskedős játék lenne, most lesz számolják veled. Valószínűleg meglátogatnánk, elvágnánk mindegyikőtök. Viszont valakit megfizetnék, hogy először erőszakolja meg a nőiteket is. Azért a lépésért, ez teljesen biztos. Igen. De Dave-nek hogy van még ennyi kockája, ha már megvett 2? Én ezt nem értem. Nem se értem. Hát úgyhogy ja, neki két termelő lapja van. Olyan termelő lapja van, neki két sárgát, még egy pirosat termel. Baszki. Na, srácok, én igazából falat építek, nem is birodalmat. Jó, én jövök. Uh-huh. Én az összes sárgámat be fogom cserélni zöldre. Ami azt jelenti, hogy húzok 3 zöldet. Meg fogja tudni venni mindjárt a következőt is. Nevetséges. Ja, nekem több kör. Akkor én a 3 sárgámat becserélem egy pirosra és egy zöldre. Az is jó! Én a 4 sárgámból csak 4 pirosot. Hogy játszok ti? Én 3 sárgából csinálok 3 pirosot. Oh. Honnan van 3 fejlesztős lapod? Az elég jó. Azzal most nagyon-nagyon jól jártam volna már. Én 2 zöldből csinálok 3 pirosat és 2 sárgát. Én 2 pirosból 1 zöldet és 3 sárgát.
Milyen jó lapjaitok vannak? Ez volt a normális lép? Igen. Én hol fölfelé upgrade-elek? Hol lefelé upgrade-elek? De te így, így oda-vissza pattingatod. Az a helyzet, hogy te vagy a szakács. Itt te van az egész igen. Témában. Te csak azt élvezed, hogy öntögeted össze a vegyszereket. Neked nem kell. Én az a helyzet, hogy én már nem, én erre a játékra már nem tudok fűszerkereskedősként. Nem. Ugye? Ez az egész upgrade mechanika nem illik a fűszerkereskedős ugye? Játékhoz. Tehát, hogy értem, hogy ez egy fűszerkereskedős játék. Látom a képeket, de ez nem egy fűszerkereskedős hát, játék. Nem upgrade, hanem csere. Milyen csere? Kivel állsz le cserélni? Te jössz, Kaci! De hát tudod, a csávok egy tollat. Kaci, cseréld a füvedet! Aki egy tollat elcserélt egy házra. Igen, valami így, füvet cserélj egy jobb fűre. Jó, én a három pirosomból csinálod egy a tűződet, meg kettősel, értem. Jó, de akkor rakjod egy harmadik pirosat is, Kaci. Igen, csak kettőt tettem le, bocsánat. És annyira, esküszöm, hogy hányszor csinálta meg? Ilyenkor ez írták már a cseten egyébként, hogy csalt. Ja, biztos vagyok benne. Esküszöm, hogy nem direkt volt. Mi meg esküszünk, igen, hogy nem ezt mondta az Azurra is, és másik 8 játék. Az nem csalás az volt mondjuk. Esküszöm, hogy nem direkt én volt. Én kicserélem a három pirosomat kettő barnára. Azt, az Azur a te hibád volt. Hogy van rá lapom. Ja, az elég jó. Az elég jó. Csak 100 like a gyerekek. Hol? Szerintem csak nem frissített rá. De egyébként nyomjátok azt a like gombot, srácok, hát mit csinálunk itt? Nem számít. Mit csinálunk itt? Azt drogot kereskedünk, az csak megérne majd like-ot. Én a három pirosomat becserélem három zöldre. Én kettő zöldet szeretnék kettő fahéra felfejleszteni. Mi is mentem ebben? De neked volt öt zöldet, miért nem vetted meg ezt? A pirosak honnan kerültek oda? Gondolom még az előző körben. Négy zöldem volt. És nem lett volna ötödik? De most két zöldet cseréltél be, két barnára. Igen. Mert azt csinálok, amit akarok. Okay. Becserélek egy, meg még egy zöldet, két barnára. Jó, én ezt nem hittem volna, srácok, hogy ez megtörténik, de én megveszem azt. Ne! Nem azt. De köszönöm, az is jó lesz. Igen. Jó. Tudod, azt, amelyikre van pénzem. Jól van, jól van. Én bármit odaadtam volna, látod? Barát. Ezeket rakhatom így egymásra, mondom, nem számít, hogy melyikhez melyik bónuszt kaptam. Hogy lesz gyártásunk? Tehát nem jönnek production lapok. Igen, a gyártás az egy... Az kavarhatjuk egy a szart ebben az ízben az idő végezetéig, de ha a gyártást nem setupoljuk fel, akkor soha nem én lesz itt semmi. Öt darab minőségi kábítószerért megvettem a ezt. Neked már három lapod van, nekem egy. Nekem is. Ja, akkor én úgy szeretnék segíteni. Én a három barnáért és két zöldel szeretném azt megvenni. Látod? Mert ezen több pont van. Jó, nekem nem volt elég füvem hozzá. Bocs. Barbi, ne értsél félre, én tudom, hogy... Barbi. Viki, ne értsél félre, én nagyon jól tudom, hogy mit szeretnél. Jó, én megeszem. Tehát, hogy mi a játék célja, hogy minden magasabb értékű kártyák. De azért tudok vásárolni, hogy olyan pontjaim vannak. Ugye? És ha nincsenek olyan füveim, akkor nem tudok olyan... Értem csak, hogy te szóltál be, nem? Hogy miért nem a másikat vettem meg, igen, amit te vettél meg. Mondjuk akkor megakadályozhattam volna, hogy te vedd meg, ami szintén jó deal lett volna. Ja. Jó, egész ilyen kis... Szarok jönnek, igen. Húztam egy izét, told arra, hogy ezt az egész mackot. Jó. Hát, ha jön egy termelős. Igen, ennyit szeretnék. Nem. De ne, nekem jönne termelős. Hova gondolsz, Kaci, mondjuk egyébként? Na mindegy, hova gondolsz, Kaci? Ez én pihenek. Én is pihenek. Mert azt ne felejtsétek el, pihenek, hogy... te vagy Viktor. Mindegy. Hogy? Semmi. Mit ne felejtsétek? Felejtsétek el! Mondd el, kérlek! Szóval én kíváncsi vagyok rá, mit szeretnél mondani? Egyébként én is. Én egy pirosat szeretnék és két sárgát. Ez az OP lap! Te vagy a másik, akihez elküldeném ugyanezt az osztagot, akit Kaci már meglátogatott! Én egy becsületes kereskedő vagyok! Becsületes kereskedő lennél, torkot elvágva. Köszönöm. Teljesen becsületes kereskedő. Én három sárgát szeretnék. Hogyan lesz pirosom ebből? Sehogy?
Padárjuk, kérlek. Ja. Vitor megvesz mindent. Jó, de hát annyi lapja van már. Nagyszerű! És termelős, és csak 1, 2, 3, 4, 5! Semmi baj, bepörgetem 4 körön belül, és azt megveszi. Egyet sem félj! Rendben lesz. Én már nem látom át. Tehát, hogy én már nem látom át annyit. Öt. Akkor már Dév nyert. Úgyhogy mindegy. Mert már 3 van neki, és szarja a izé. De az a helyzet, hogy az viszont számít, hogy a neked mennyi pontod van. Tehát, hogy most megveszi az olcsó pontokat, mi még nyerhetünk, ha megveszek a nagyokat. Ja. Attól, mert neki 5 van, de nekünk 4, ha nekünk mindegyik 15-20, az ő meg mindegyik 7-8. Akkor kezeld el, ahogy a gettó huszár így kijön a mellékutcába, és azt mondja, hogy több pisztolyom van, és valaki elővesz egy gépfegyver, és így mindegy! Előttem van a kép, hogy letolgatjával megérkezik. Jó. 5 darab 9. Jó, azt mondja, jó. Jó, nem ez fog történni, mert szarja a pontokat, de ha ettől függetlenül történhet. Hát most újraindul a gyártás, hát most először... Én annyit nem is láttam még. Kivittem a lányokat, hogy leszedjék a... meg fiúkat nyilván, tehát hogy ez nem csak egy női feladat, de erről van szó. Ez egy polkorrek maffia, jó? Ez egy abszolút polkorrek maffia, nő és férfi ugyanúgy szedhet. Én egy 3 sárgából szeretnék egy pirosat, meg egy zöldet. Én csak termelek 2 sárgát. Én nem tudok segíteni. Ez most... Sárgából van a kerítés. Abból van. Én nem... I can't even. Tehát, hogy így gyakorlatilag bármiből tudok már bármit csinálni, ami magas szintű, de vagy... Szerintem termelj. Mert hogy abból az egy zöldből... Azt mondod, nem lesz soha semmi? Hát... Te jössz, Dél. Látok, mik vannak? Azt én 2 lépésből, 3 körből. 3 kör az sok, mert nem vagytok nagyon jó fejek. Nem. Azok barátom nem vagyunk. De várjál, lehet, hogy 2 körből is meg tudom csinálni? 2 körből is meg tudom csinálni. Vagy nem? De. Mert akkor ebből a kettőből csinálok 2 darab pirosat. Ó, te idióta pénisz vagy, Dávid. De se baj, mert akkor legfeljebb majd valami más lesz ebből. Fű az kell! Fű az mindig jó. Fű az mindig jó, ha van. Számolgatom itt az elképesztő taktikai lehetőségeimet. Én a 2 zöldből szeretnék 2 fahéjat. Köszönöm. A 2 fahéjad. Kaci? Én ezt a 3. kártyát szeretném megvenni. Az baj. Hát, ha jön valami termelős. Ott jött, tessék! Egy zöldet szed! A lány, egy zöldet! Ez egy tehetséges lány. Jobban is öltözött, mint egyébként a piros meg a sárga szedők. Ez már minőségi szüret. Holy guacamole. Jövök? Uh-huh. Jó, akkor az lesz, srácok, hogy upgrade-elek ezt pirosra, aztán azt zöldre, akkor az 2, uh-huh. És a másik a pirosra. Ne, ja, 3, aha. Jó. Én kevésből kell főzni. De ha még lesz 2 körön főzőcskézni, srácok, lesznek dolgai. 3 pirosból 3 zöld, aha. Victoria. A 3 upgrade-es lapodat nem akarod adni? Pihenek! De! Igen? Igen. Én a 4 sárgámból csak 4 pirosat. Ja? De akkor valójában nem akarod. Lehet. Te jössz, Viktorom. Én csinálok a 2 zöldből egy barnát... Várjátok, nem. Csinálok a 2 zöldből 2 barnát.
Ne nyúljak a fűszeredhez, érted? Nyugodtan nyúlj a fűszeredhez. Nem úgy néztél ki! De ezért láttam már embert, aki akarta, hogy a fűszeréhez nyúljak, és te most nem úgy néztél ki. Én nem értem, miért vannak ilyen napjaim. Srácok, az a helyzet, hogyha most lenne ebben a játékban egy ilyen póz lehetőség, mint az összes számítógépes játékban, valószínűleg egy olyan production line-t raknék össze ezekből a lapokban, amik nálam vannak, amik bármilyen production nélkül gyártanának fűszert. Alig, hogy fűszertet öntögetnénk is így teremben. Én biztos vagyok benne, hogy ezt, hogyha te szimultán akarnád játszani, akkor össze tudnád törni egy másodszor. Olyan ripityára törném ezt a játékot az ide. Én három zöldért és két sárgáért megveszem ezt. Jó, nyilván te addigra megnyered, ameddig én ezt a production light felállítom, de hogy akkor is. Baj. Az baj. Én lehet, hogy most már csak ráálltam arra, hogy csak dolgokat én csinálgatok. Én szeretnék kettő sárgát. Parancsolj. Nem sikerült ügyesen, de valahogy. Oké, én azt hiszem feladtam a győzelmet, viszont azt a hukot, amit most kitaláltam, azt meg akarom csinálni. Ne, figyeljétek meg, hogy anélkül lesz egyre több kockám, hogy lerakom a dolgot. Nice. Na, én nagyon kíváncsi vagyok. Hát ezt imádom, ez fantasztikus. Most ez a kérdés még legyen a következő. Nem tudom, hogy ebből hogy jövök ki jobban. Valószínűleg így. A 6 pirosamból csinálok 4 zöldet, meg 4 sárgát. Mindenki számolta? Nem. Igen, annyi volt számolta. Neki. Figyeltem. A 2 barnámból... Nem tudom, figyeljétek, az előbb csináltam 2 zöldből 2 barnát. Most a 2 barnából csinálok 2 zöldet és 3 pirosat. És megjelent a rendszerben a felesleg, amit nem tudok egyszerűen visszaalakítani a saját magába. Nice. Tehát, hogy akkor most csinálom. Kosod a műszert. És a piros gyakorlatilag tiszta haszon ebben a körben. Nagyon sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos késő, és ebben már nem fogok nyerni, de nagyon élvezem már ezt a részt. Én pihenek, és a győzelem bármilyen igénye nélkül. Három sárgából szeretnék csinálni egy pirosat és egy zöldet. Kaci? Én 2 zöldből csinálok 2 barnát. Ja, jó, te eléred. 2 zöldből csinálok egy barnát és 3 pirosat, 2 pirosat. Az szép! És mindjárt pihenek egyet. Én kérek és meg is van a loop, kész? Pirosat és 2 sárgát. Megvan a loop egyébként, igen. Elkészült a loopom. Egy zöld és 3 sárga a hölgynek. Megnyerni nem fogom belőle, de elkészült a loopom. Kacus. Isten, és még pihennem se kell. Nagyon szorul állok. Én a 3 sárgámból csinálok egy barnát. Én 3 pirosból csinálok egy barnát, és várjátok, van másik. 3 pirosból csinálok 2 barnát. Te ezt meg tudtad volna venni? Már mindegy. Komolyan. Aha. Már mindegy. Már rohadtul mindegy neki. Nem az a lényeg. Jó, hát nektek. Majd megveszi Victoria. Én ezt nem, mert semmit nem veszek, srácok, szóval tőle ne féljetek. Tudod, mi helyezik ebből? Na. A szopatás. Tehát az, hogy én például fizethetek 4 sárgát azért, hogy ez kikerüljön. A mafiózókkal banda hiányzik egyébként, akiket el lehet küldeni valakit elvágni a torkát és elvenni lapján. Igen, igen, de ez egy euró. Tehát, hogy itt ez kevésbé volt koncepció, hogy ez történjen. Ki jön? Viktor. Én jövök? Nem, én cseréltem. Akkor te. Ó, oh, bocsánat. Aki kérdezi. Értem, igen. Tudom. Okay. Én lerántok. Neked már csak egyet kell megvenned. Még két. Várjál.
Igen, baj. Ez a kérdés, hogy... Nagy foly. Meg tudsz venni bármit, mert hogy most nem is lehet elég pontunk körülbelül. Tehát jó lehet. Nem, nem lehet. De hogy most összeg nincsen. Ja. Tehát ha most megnyered, akkor nincsen. Nem, most nem tud megvenni semmit. Ebbe a körben nem tudok most megvenni semmit. A következőben adja a hitelt. Igen, most az a kérdés, hogy érdemes-e rámenni egy kispontosra, vagy kivárni a nagyra? De... Neked a te esetedben érdemes rámenni egy kispontosra, ami nekünk nagyot kell vennünk mindenképpen, mert csak úgy tudunk beelőzni. Ja. Igen, de Viki ugye meg tudja venni. És nekem is két kör, sajnos. Várjál, képviselő. Igen, ha fordítva lenne, akkor az pont jó lenne. Mindenképp még lemegy két kör. És x millió köröm lenne még, tehát hogy én elértem azt, amit én győzelemnek könyvelek el. Hogy csak a saját... Én akkor szeretném azt az utcsit. Adom életem egy másodperc. Köszönöm szépen. Persze, ne olyan jöjjön, ami nekem jó lenne. LOL! Meg tudom venni. Én pihenek. Ez a kérdés, hogy honnan tudnék szerezni két sárgát. Megvan, hogy honnan tudnék szerezni két sárgát, de én ezt megveszem. Ez fun. Barna. Na, nézzük, mit tudunk csinálni abból az egy darab pirosból. Mit tudunk termelni anélkül, hogy bármit csináljak hozzá. Jó, én upgrade-elek kettő sárgát, kettő pirosra. Én is. Hogy került ide egy barna? És akkor G? Még te jössz? Hát igen, de én nem tudok mit csinálni. Én akkor pihenek. Már én hogy pedig... valamit nyilván fogok, de... Várjál, nem pihenek. Mert a kocka, ami nem sárga kocka, azért jár plusz pont a végén. Igen? Igen. Minden nem sárga kocka, jár plusz egy pont jár a végén. Te akkor most meg tudod venni Dave-ben a körben? Aha, igen. Akkor pihenek. Ja nem, ha meg tudod, egy, és nem számít, hogy milyen. És úgy van, hogy amikor a játékos megszerzi az ötödik pont kettjét, a játékosok még befejezik az éppen futó fordulót, szóval ha Dave megveszi, akkor még Viktória van. Aki pihenni fog. Igen. De hogy nem ér többet a... Én megveszem őt. Okay. Tehát nem ér többet a zöld, mint a barna. Nem. Nem. Vagy a barna, mint a zöld. Jó. Három pirosba kerül, és kettő sárgába. Én... Még upgrade-elni akartam, de mindegy. Upgrade-elek. Viktorban fűszer magul lett, valószínűleg. Ezt fel tudom upgrade-elni, és cső. És? Jó. Hát upgrade-el fel valami ponttal többet. Az is pont. Egy pontot, az cső. Én... Nos, vége. Még simán lehet, hogy Viki nyer egyébként. Nem, vége. Vége. Már vége. Nem azért, hanem hogy a pontok összegében. Na, pontozunk. Szóval pontkártyákból szerzett pontok. Szerintem ló. 32. pontkártyákból. Ah, pont az a 17, az a 17-es különbség van köztünk. 57. Hát akkor rá, akkor megértetek. És akkor erre, ehhez hozzáadják az érméiket. Minden 61. aranyérme 3 pont, minden ezüstérme 1 pont, és minden nem sárga kocka 1 pont. Ez 61. Mi, hogy van 55. Nekem valahol 48. Aranyérme 3, ez is térme meg kocka, meg 1 pont. 47, 49. Nekem ez akkor... Gyertem egy business management játék? 12, meg 30. Kártyám, ebből 2, 16-os. Az 44. Jó, de megnyertem egy resource management játékot. Meg. Az a helyzet, hogy nagyon számít, hogy ebben a játékban nagyon-nagyon számít, hogy az elején resource termelő kártyát húzzák, és ezzel sokkal gyorsabban be lehet húzni. Nézd meg, egyébként mondjuk jelenleg húzunk még mondjuk húzunk egy ilyen, jó, nyilván az soknak számít, de mondjuk húzunk egy 5 kör, aha, akkor felvásárolok mindent. Igen. Tehát, hogy innentől én már felvásárolok mindent. Igen, tehát, hogy én azért kezdtem már rámenni az alacsonyabbakra, mert azt számítom, hogy én termelek a leggyorsabban, az olcsókat én tudom megvenni a leggyorsabban, és hogy gyorsabban véget ér a játék, akkor több esélyem van nyerni. Igen. Ennyi volt, tehát, hogy kihúztad. Kettő resource termelő kártyát húztunk ki az elején. És az egyiket felvettem. És az egyik nálad volt, és nálad volt az értékesebb resource termelő kártya. És egyébként jó használtad ki utána nyilván. Jó volt több a cserekártya, tehát bent volt még 14 cserélős.
De meg, akkor is van még egy halom termelős production. A négy sárgát termelő. Hát vagy az egy barna. Itt bármelyik értékes, a két piros lehet, hogy még értékesebb de is, még mint a sárga. Zöld is. A van sárga ilyen, ami, öt sárgából két barnát csinál. A sárga az azért, mert hogyha van egy hármas cseréd mellé, igen, akkor gyakorlatilag, de ez meg ez a két lap együtt, és gyakorlatilag gyártod a fossa. Mert ugye most én ugye összeraktam egy olyan loopot, amiből gyakorlatilag csak azzal, hogy pörgetem folyamatosan lett volna, csak egyszerűen sok kör, aztán ennyi. Én ezt nagyon éltem, gyerekek, én ezt nagyon-nagyon éltem. Mert végre nyertél valamiben. Igen, és ez nagyon ritkán fordul elő ezen a csatornán, meg úgy általánosságban is. De hát az életben, Dave. Az életben, igen, nekem másban van szerencsém. Vagy másban vagyok okos, vagy valami, ami jó fényt vett rám. Na. Hamarosan visszatérünk a következő játékunkra. Így van, maradjatok itt, etnoszozni fogunk, ami egy parádés játék, egy kicsit hasonlít a Blood Rage-re, ez téged összezavar, viszont aki nézte az előző livestreamünket, annak ez mond valamit. Kicsit hasonló játékmechanizmusok alapján működik, viszont sokkal, de sokkal egyszerűbb. Úgyhogy maradjatok velünk, az nagyon-nagyon mókás lesz.
Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, visszatértünk, ez a harmadik játékunk ma délután, az Ethnos. Ez lesz a mai utolsó, valószínűleg, úgyhogy Kaci mindjárt elmagyarázza a szabályokat, de előtte elmondanám, hogy ez a stream, ez most egy promóciós stream, valójában a társasjátékok ünnepének a felvezetése. Ez a rendezvény, ez november 10 és 11-én kerül megrendezésre a Lurdiban. Mi Kacival ott leszünk vasárnap délután, úgyhogy ha le akartok pacsizni, vagy játszani akartok mindenféle játékokkal, többek között azokkal is, amikkel mi most játszunk, akkor gyertek ki, nézzétek meg, tök jó móka lesz. Legalábbis nagyon reméljük. Mondtad, hogy lehet nyerni? Lehet nyerni jegyet. Mondhatod te is, ha szeretnél. Lehet nyerni jegyet 4-en? Nagyon szép. Három. Szóval három páros jegyet lehet nyerni, és minden információt megtaláltok a leírásban, ott van egy Google form. Még csak háromszor mondtam. Ott van egy Google form, amit ha kitöltötök, akkor részt vettek egy sorsolásban, a sorsolás pedig Facebookon fogjuk megejteni, ott tesszük majd nyilvánosra, hogy ki nyert, és természetesen e-mailben értesítjük majd a nyerteseket. Egyébként pedig lehet még ilyen kedvezményes jegyeket venni, azt hiszem, hogy 20% van a jegyekre jelenleg, úgyhogy ha nem nyertek, akkor sem kell elkeseredni, mert most még ocsóért ki lehet jönni. Jaj, na, bocsánat. Szóval Ethnos! Ethnoshozni fogunk. Tényleg egy kicsit hasonlóan. Mert az előző kettővel, igen? Na. Igen, én is azt olvastam, hogy ez Blood Rage azoknak, akik a Ticket to Ride-on nőttek föl. De szép. Úgyhogy, de szép. Az ilyen kis azon gondolkozom, hogy kírja le ezt a mondatot. Mármint, hogy mennyit kérdhet, hogy értem. Na, szóval. A lényeg az, hogy ez egy fantasy világban játszódó, ilyen kicsit területfoglalós, dominálós játék lesz, ahol különböző törzsek katonáit fogadhatjuk majd fel, lesz rengeteg frakció, akik majd beállnak hozzánk, és velük fogunk tudni harcolni, pakolgatjuk a kis tokenjeinket a táblára, és így fog zajlani a játék, az a lényeg nyilván, hogy pontokat gyűjtsünk. Hivatalosan három kört kéne, vagy három körig tartana elvileg a játék, hogyha kevesebben vagyunk, akkor csak kettő, mi most csak kettőt fogunk játszani valószínűleg, idő szűke miatt, de ez nyilván semmit nem vesz el a játék értékéből. Az első feladat az lenne, és ez bárki megcsinálja, hogy legyetek olyan kedvesek, minden területnek a kis idősávjaiba kettő ilyen tokent felpakolgatni véletlenszerűen. Ezt követően válasszunk ki 6 törzset, és keverjük meg a szövetség pakliaikat. Viktor, mondjad. Arra kérlek, hogy húzz ebből 2-t. Dávid, te is húzz 2-t. Ó, ez az enyém? Szép nem, voltam, ez közös. Szép rombolhattad te is húzol 2-t? Dave húz nekem 2-t. Ne rakjátok el, mert ezekre szükség lesz. Szóval mondom, hogy milyen törzsek lesznek a játékban. Bent lesz a Kentaur. Bent lesz a sellőnép. Bent lesz a félszerzet és a tünde. Sellőnép, félszerzet. A csontváz és a szárnyas nép. Csontváz, szárnyas, nép. Az baromi jó. És mi félszerzet? Ez valószínűleg várható volt már. Félszerzetből nagyon, ja igen, ez az, amiből nagyon sok van. Szóval sellőnép, kentaur, tünde, félszerzet. A félszerzet fos, úgyhogy abból sok van. Alapvetően. Félszerzet, már elfelejtettem. Tünde, az megvan. Kentaur, megvan. Sellőnép, megvan. Az, hogy ezek nem passzolnak tökéletesen egymásba, az a mi volt nálad, Victoria? A szárnyas nép, meg a csontváz? Csontváz, igen. Csontváz, szárnyas nép. Jó, ezek lesznek azok a frakciók, amik egyáltalán játékban vannak. Az összes többi az nem, ez azért hogy fontos, mert mindegyiknek hogy tudod a perem mögé? Van valamilyen különleges kiestek a játékból. Na, mert ezek estek ki a játékból? Azok kiestek, ezek lesznek benne. A szárnyas nép kiesett? Nem, a szárnyas nép benne. Ja, jó, oké. Okay. Nyugodom. Figyelj, jó, figyeltem a toronyra! Jó, Dávid, arra megkérlek, hogy ezeknek a pakliát keverd össze jól. Nem úgy, mint az előző. Azt Kaci kevert. Igen. Szóval, amikor egy kor elkezdődik... Az, hogy az én volt, hanem hogy nem volt rendesen. Jó. Figyeljünk ide. Én nagyon figyelek. Szabályok. Szóval, két kort fogunk ugye végig játszani. Minden kor kezdetén húzni fogunk egy ilyen szövetséglapot, tehát egy egységünk már lesz alapból.
És ezt követően úgy fogjuk megkeverni a paklit, hogy az alsó felébe berakunk három ilyen sárkánylapot. Ebből az első kettő nem csinál semmit, de amikor kijön a három sárkánylap, akkor van vége a kornak. Tehát nem biztos, hogy az egész pakli el fog fogyni, hanem lehet, hogy hamarabb vége lesz, amikor kijön a három sárkánylap. Kitaláljuk, hogy ki lesz a kezdőjátékos, az első kornál véletlenszerű, a második, harmadiknál meg, vagy a másodiknál meg majd pontszámítás alapján működik. Szóval a játékosok az orvodott a járása szerint játszák végig a köröket, és a körük során két dolgot tehetnek, amikor rátkül a sor. Vagy húzol egyet a lent lévő lapok közül, lesznek ugyanúgy felfordított kártyák, mint a előző játékban. Mennyit felfelek a cím? Kérlek szépen, szerintem igen, kétszer annyit, mint a hány játékos van. Szóval 8-at. Az a baj, Viktor egy nagyon, nagyon olcsó társas játékozni, mert elég neki odaadni az egyik alkatrészét a játéknak, és azzal ő így elfoglalja magát. Én ezzel elég sokáig ellennék, ezt is veszik, meg fogom ismételni, mert szeretném elfordítani vízszintestre. Képzeld el, milyen király lenne, hogyha mindegyiket össze tudnánk rakni. Egy toronnyát, de már kettőt se lenne. De össze lehet, csak fogni kell. Szóval, vagy... Ide rakom, mert én fogok húzni, jó? Vagy húzol egy kártyát a lent lévők közül, húzhatsz a leforítottak, vagy a felforítottakból, vagy húzhatsz egy randomot amonnan, vagy pedig kiátszol egy szövetség csoportot, tehát kiátszol a valamennyi kártyát. Ez lehet akár csak egyetlen egy kártya is, de lehet akár több összetartozó kártya is. Hogyan kapcsolódhatnak össze a kártyák? Egyrészt összekapcsolódhatnak a színük alapján, tehát kiátszhatsz mondjuk... Ami az ország. Két vagy három lilát, amik ugye az ország részek. Vagy összekapcsolódhatnak a törzseik alapján. Ugye az elején kihúztátok, hogy mi az a hat törzs, ami benne lesz a játékban. Bent lesznek a csontvázak, a szárnyas nép, a félszerzet, a tünde és a kenta úr. Ugye maga sellő nép. Valahogy így, azt hiszem, igen. Szóval lehet olyat, hogy kiátszol egybe három kenta úrt. Lehet, hogy az egyik narancsárga, a másik kék, a harmadik piros. Ez teljesen mindegy, de három kenta úr. Tehát szín vagy fajta szín. Vagy szín, vagy törzs szerint lehet őket kiátszani. Mindig választasz egy kártyát a csoportból, ezt rakod legelőre, ez lesz a vezéred. Ez azért fontos, mert csak az ő képessége működik. Tehát, hogyha a színek, minden törzsnek van egy saját képessége, mást csinálnak a sellőnépek, mint a kentaurok. Szóval, ha szín alapján rakod össze, hogy egy sellő, egy kentaur, egy félszerzet, akkor akit legelőre raksz, annak a képessége érvényesül. Emellett azért is fontos, hogy melyiket rakod előre, mert ugye a színük is lehet más, és csak a legelsőnek a színe. Számít. Okay. Tehát arra a területre fogsz tudni majd ezzel a sereggel bemenni, amilyen színűt raksz előre. Okay. Tehát ha három félszerzetet raksz, akkor az, amelyik elől van, az a lényeg. Igen, és fontos ezen kívül, hogy a kezedben lévő lapok, max 10 lap lehet a kezedben, ha kijátszol egy ilyen csoportot... Tényleg! Valaki azt írta a cseten, hogy, hogy ez a térkép majdnem egy az egyben megegyezi Szlovákiával. És így tényleg... És hogy még a megyék is tökre hasonlítanak. De nem, hogy... De hogy a formája ugyanaz, hogy a megyéknél itt hogy a... egy az egyben. A nyugati részen van valami kavarás. Ez egy fantasy. Ki van kapcsolva a gyró? Ja. Fantasy. Tehát ez egy Note 8, ez pedig Szlovákia. Note that. Nagyon szép. Szóval, ha van nála... Most miért? Ez az edukációs része a csatornának. Van nálad 8 lap, és abból kiraksz 4-et, mint egy ilyen szövetség, akkor a másik 4-et, azt el kell dobnod, így fejjel fölfelé be fogjuk rakni ide, vagyis a többieknek az húzólap lesz. És nincs benne varázsló? Nincs benne a varázsló. Oh. Szóval, ha mondjuk látod, hogy Viktor nem tudom mit gyűjt, akkor lehet, hogy nem érdemes azt eldobni. Mert gyűjtem. Érted? És Viktor gyűjteni fog. Miért nem érdemes a szárnyas népet? Igen, amikor kiátszol valamennyi lapot, mert azok akkor az összes többi, ami a kezedben maradna, azt visszarakod oda a húzóba. A húzóba, de az aljára. Nem, ez nyílt lapként, felfordított lapként ott lesz. És sorrendben fel tudod, vissza tudod húzni. Hát, tehát hogy amikor én kiátszok x lapot, 3-at, és marad a kezemben még 3, akkor azok ide kerülnek. Jó, hogy így kerülnek oda? Igen. És azok effektív, a többieknek is elérhetőek lesznek. Én erre nem emlékszem a szabályból. Pedig így van. A kezedben maradt összes lapot el kell... Kaci, mondom, nem kell, a kezedben maradt összes lapot el kell dobnod, és képen felfelé a tábla mellé kell tenned, hogy a játékosok a saját körükben toborozhassanak közülük. Ez a lényeg. Szóval,
a mindez egészen addig tart, amíg ki nem húzzuk a harmadik sárkánylapot, ekkor véget ér a kor, és lepontozzuk majd, hogy ki hogy áll. Hogyan fogunk pontokat tudni gyűjteni a játékban? Amikor egy területhez te leraksz valamennyi acabból a kártyából, csak sokat, csak hogy tudjak például, hogy ne ezzel kelljen, mert ez értelmes. Szóval tegyük fel, hogy én kijátszok a mondjuk három piros kártyát, majd megkeverjük. Kijátszok három és piros kártyát. Akkor én a piros területre Azok a sellők. Lerakhatok valamit. A sellő nép lesz legelől, úgyhogy a sellő népnek van valami különleges képesség, azt majd megbeszéljük, hogy micsoda, az most nem számít. Az a lényeg, hogy én leraktam piros kártyát, úgyhogy ide rakhatok egy ilyen dominancia tokent. Egyet. De hármat. Három kártya, három. De az token. Mindegy, csak egyet raksz le. Okay. Teljesen mindegy, hogy mennyi, csak egyet raksz oda. És az a lényeg, hogy igen. És az a lényeg, hogy innentől, ha újabb dominancia tokent akarok oda rakni, nyilván az fog majd pontot kapni a területén, akinek a legtöbb tokenje van. Akkor nekem rakjad a Lici egy tokent. Teljesen mindegy. Srác, aki vízszintesen tartja. Jó, hát van még itt. Szóval, az a lényeg, hogyha én erre a területre akarok rakni tokent, akkor több lapot kell egybe leraknom, mint amennyi tokenem nekem már lent van. A többiek nem számít. Lehet, hogy neked ott 5 van ott, akkor is nekem elég 2 lerakni. Aha. De az a lényeg, hogy nekem egyre többet kell ilyen csapatba lerakni, ahhoz... Tehát, hogy magadhoz mértem, nem a másikhoz mértem. Igen, csak magadhoz mértem. És akkor így tudod szépen egyesével növelgetni a dominanciádat adott területeken, és hogyha véget ér a kör, akkor megszámoljuk, hogy kinek van a legmagasabb dominanciája az adott területen, és az be fogja zsebelni az érte járó pontot. Az itt mutatja, hogy mennyi pont jár. That makes absolutely no sense for me whatsoever. Én Kaci, kezd, és én majd... Nem lesz bonyolult. Nem, biztos, hogy... részemről sokkal több értelme van, hogy annyi dominancia jelzőt raksz le, ahányas stackkel támadsz oda. De és aztán onnan, hogy te effektív elfoglald, ahhoz neked egy nagyobb stacket kell lerakni. Nem így működik. Ha csak egy... Azt mondom, hogy... Ha csak egy dominancia tokened van ott, de leraksz 5 lapot, akkor is csak egyet fogsz tudni de odarakni. Forogtak. Tehát mindig csak egyel fogsz tudni följebb menni ezen a dominancia trekken. Azt ne nézzi, mert az nagyon sok idő van. Igen, egy rólom jelzel oda. Sose gondoltam volna. Viktor küldi. Jó, oké. Tehát minél több dominancia jelzőt akarsz majd a játék során lerakni oda, annál több kártyára lesz szükség szépen, folyamatosan. Ugye a korok addig tartanak, amíg fel nem húzzuk a sárkányokat. A legtöbb uralomjelzővel rendelkező játékos fog kapni annyi pontot, amennyit az első helyen van. A második körben meg ugye már 2 az első, okay, a második. Oké, tehát hogyha ezt itt elfoglalod az első körben, van, azért nem kapsz semmi. Bónuszpont. De a második körben 8 jár. Ami itt ugyanúgy 8 jár, de itt 4 jár az első körén. Igen, látom, ugye? Okay. Igen, és itt már ugye a második helyezett is kap majd pontot a második körben. Uh-huh. Tehát az első helyezett kap 8 pontot, a második 4-et. Uh-huh. És akkor itt, aha. És hogy fogod a kerülni? Ja, csak 2 kört játszom. Igen. Jó. Jó. Na, egy dolgot kell még megbeszélnünk. Tudom, hogy ez most bonyolultul hangzik, de érteni fogjátok meg. Érteni fogjuk, biztos helyben. És akkor csak, tehát hogy ha azok ott pirosak, akkor a piros csak a piros területre mehet fel, igen. Akartam kérdezni, hogy miért nem támadja mindenki a piroset, és aztán rájöttem, hogy azért, mert... Beszéljük meg, hogy mit csinálnak a frakciók. Félszerzetből van a legtöbb lap. A félszerzet az a legrosszabb, mert azt tudja, hogy ha a félszerzet a vezéred, akkor nem rakhatsz a táblára jelzőt. Megéri. Úgyhogy nem nagyon éri meg félszerzetet előre. Ők viszik sütyiben a gyűrűt. Viszont, ami még érdekes, amiért esetleg előfordulhat, hogy félszerzetet raksz előre, mert a játékban nem csak azért jár pont, hogy melyik területet dominálod, hanem hogy milyen ilyen szövetségeket raktál le. És ez itt van, hogy hány laponként mennyi pont jár. Ha csak egy lapos szövetségeket raksz le, azért nem jár pont. Ha 2 lapos szövetségeket raksz le, akkor azért 1 pont jár, ha 3 lapos szövetségeket ez raksz le... Ez milyen pont? A kör végén, amit számítunk, dicsőség. Bocsánat, hogy én lerakok győzelmi ide pont. Egy 4-es stacket, akkor valaki bejöhet egy 1-es stackkel? Hát,
ha te lerakszod egy négyes stacket, akkor azért be fogsz rakni egy uralomjelzőt. Igen, igen, igen. Aztán Viktor berakhatja egy lapért az egy uralomjelzőjét. Tehát, hogy neki nem kell rám licitálnia? Nem. Mindenki csak saját magára licitál. Tehát ahhoz, hogy te ennél... Viszont az, hogy mekkora stacket raksz le a végén a pontszámításban... A pontszámításnál számít. Ezt én tudom. Ezt és én ezt tudom, hogy követjük ez a stackek számát a pont? Tehát azt így nem van egy kupac, gyűjteni. De külön gyűjtöd. És igen, te azt mondod, hogy az első körben ezzel foglalok, a második körben ezzel foglalok, a harmadik körben értem. Ezzel okay. foglalok. És akkor okay, ezért nem jár pont, ezért két pont jár. Három. Három pont jár, ezért is három pont jár. Szóval előfordulhat, hogy megéri neked a szar félszerzeteiddel felpumpálni ennek a stacknek a méretét. Lehet, hogy nem fogsz tudni bevonulni egy területre, de lehet, hogy ez neked nem számít, mert fel tudod nyomni 6-ra, és azért 15 pontot kapnál. Uh-huh. A területér meg 0-át. Ja, jól van. Szóval ennyi. Ezt tudja a félszerzet. Ezt a 6 frakciót beszéljük meg, viszik istenek kezdhetünk. Viszik sütyiban a gyűrűt. Hát ezt csinálják a félszerzet. Ezt mondtad? Igen. Ja, mert ott meg idézőjelben volt, azt hiszem, hogy valaki vicces. Schoolheadnek nagyon-nagyon igen, köszönöm, hogy ilyen rendet tart a cseten. De a vörösboly a vicces. Vörösboly? That's me. Nice. Én összeraktam. Csak hogy magadra reflektáltál. Hogyan forgattad? Olli a ginger can cola. így forgattad? Vagy? Nem, csak a végét. Nem, így. Egyik erre az oldalról. Az ellenkező irányba forog, és nagyon király egyébként. Az a helyzet, Dave, nagyon vissza hogy, kellett fogni magam, hogy ne vágjam így az arcomban. Hogy tudod, hogy ez nem fontos annyira, de mondtad, hogy téged nagyon idegesít, hogy pont nem érezkednek egymásba tökéletesen. Rengeteg játékfaktor van abban, hogy ezek nem illeszkednek pontosan. Sokkal izgalmasabbak így szerintem. Igen, igen, de amit én akartam velük csinálni, az egyetlen értelmes dolgot, arra pont nem jó. Egyetlen értelmes dolgot. Igen, amikor elfogyhatom. Nice argument! Na, kezdjük el a játékot. Mi lenne, ha megbeszélnénk meg ezt a három frakciót? Jó. Jó, ja. jó. Mert ez az egyetlen dolog, amit érteni tehát kell. Tehát a fél, ja, csak rá van írva a kártyára. Félszerzet, az nem mert. Nekünk rá van írva, de a nézők nagyszerű, ez egy nagyon jó, nagyon hasznosak vagytok, srácok. Keep up the good work. Igen. A csontváz az egy Joker kártya, ez bármilyen színű gyakorlatilag, meg bármilyen törzsű, tehát ő bárhová belemehet, de nem lehet vezér értelemszerűen, mert hogy nincsen színe. Vagy agya. Vagy agya. És a korszak pontszámítás előtt el kell dobni. Tehát a dominanciánál felhasználhatod, de a stack méret számításnál nem. Aha. Aztán van a szárnyas nép. A szárnyas nép az azt tudja, hogy a jelződet a tábla bármelyik királyságára lehelyezheted. Tehát lehet, hogy a stackeddel te lilát raksz, igen, de nem feltétlenül kell a lilára leraknod, hanem lerakod bárhová. Aztán... Ezek nincsenek balanszolva egymáshoz, ugye? Nem, ezek tökéletesen vannak. És ugye van egy csomó frakció, most 8-at kihagytunk a játékból, mert ugye csak ennyit húzol. Van még kieg is hozzá, amivel még extrább van, ami ez külön tábla van, és külön pont, és... Ja, lesz is például a Románia. Románia is. Aztán vannak a tündék. A tünde az azt mondja, hogy legfeljebb X lapot megtarthatsz a kezedben. Ugye alapból úgy van, hogy amikor kijátszol egy stacket, akkor az összes többi lapot a kezedből el kell dobni, vagy hát vissza kell dobni. És a tündék miatt meg tudsz tartani. A tünde az azt tudja, hogy megtarthatsz X lapot, X az annyi, amekkora stacket kijátszol a tündével. Tehát ha 4-es stacket kijátszol, akkor a max 4 lapot megtarthatsz. Hú, én azt hiszem kezdem érteni a dolgokat. Ez a része tök jó. Én a foglalás részét nem értettem, mert azt hittem, hogy arról van szó, hogy leraksz egy 4-es stacket, akkor onnantól kezdve az, aki még oda akar jönni hatalomjelzővel, az oda... Nem, nincs több értelme? De. Következő. De ja, nem így de nem ezt kérdeztem, Kacsi, hanem azt, hogy nincs több értelme? Nem, de nyilván ez így van ki. Jó. Balasz. Nem tudjuk. Szóval... Logikusabbnak hangzik, de nem az van a szabályban. Van még a kentaur, meg a sellőnép. A kentaur azt tudja, hogy ha leraksz egy jelzőt a táblára, akkor azonnal kirakhatsz egy másik szövetségcsoportot. Mielőtt eldobnád a lapjaidat, és ha az is kentaur, akkor csinálheted. Oh boy. És ha mondjuk, ez kentaur, ez meg madár, akkor meg a madárral meg más csinálhatsz. Már lehet hát a madár képességét. Igen. A sellőnép az meg azt tudja, hogy annak lesz egy külön táblája, úgyhogy ide rögtön a nullára mindenki rakjon egy kis tokent. Azt nem jó. Minusz egy token! Adjál egy másikat, létős. Szóval a sellőnép az meg azt tudja, hogy X helyett előrelépsz ezen a sellőnép táblán. Az X nyilván itt is annyi, amekkora a stacked, és aki legelől van,
az kap majd pontot, illetve az ilyen speciális mezőkön van még valami, az még mindjárt megnézem. Várjál, mivel lehet ott előre haladni? Minél több sellő? Minél, minél több lap van a stackedben, annyi, amennyi lap van a stackben, annyi helyet lépsz előre. Oké. Kacsi, adnál a zöldből nekem egy olyan 6-ot. Ez 4. Akkor 8-at, bocsánat. A közepe nem lehetne. Mehetne. Ezt belekavarjátok abba a belekavarósba? Meg ezt is? Belekavarná valaki? A belekavarós? Belekavarom mindjárt. Ezekre nem lesz szükség. Relatív, hogy mikor sietünk, úgy látom. Igen, mondani, a pakolás közben beszélgetni sietsünk. De virágot kirakni szerintem is. Szóval azt kevert bele, és létre... Ez már műsor. Miután megkeverted, utána meg az alsó felébe belekevernéd a sárkányt. És akkor... Aha. Ide rakjuk a... Igen, a tehát amit eldobsz, azokat oda rakjuk majd. És akkor onnan valamilyen szabály szerint lehet húzni, amit elmondtál, csak... Amikor rákül a sor, akkor vagy húzol egyet, aha, vagy leraksz egy stacket. Vagy leraksz egy stacket, jó. De csak egy lapot húzol. Igen. Meg. Igen, a sellő nép meg úgy működik, hogy ezeken a speciális mezőken, ez a 3-as, a 7-es, meg a 12-es, hogy meg a 18-as, ha odalépsz, akkor lerakhatsz bármelyik területre egy uralomjelzőt. Nice. Szóval, hogy lehet, hogy megéri nem 4 stacket kirakni, hanem csak 3-at, hogy pont rálépj arra a mezőre. Hogy pont rálépj és kirakhass még egyet. Ez az a típusú játék, amiből az első körbe pontosan megérted, a második az igen, már egész jó, és a harmadszorra játszol vele, akkor te kezd el igazán élvezetni. Belekeverted az alsó felébe a sárkányokat? Igen. Jó. És azok most az alsó felébe vannak. Igen. Ha minden igaz. Felhúzunk és így, nem ez egy sárkány. Nem emlékszem rá, ez egy sárkány. Ez így akkor készít. Nem emlékszem rá, hogy mi történt azután, hogy leraktam. És nem mindegy, majd meglátjuk. Jó. Na. Ezt a kettőt is létszeres, csak dobd bele valahova a közepébe. És akkor most mindenki kap egy lapot a húzópakliból. Egyet? Egyet kap mindenki alapból. Hát... Nyilván! Mindenki felszerzetet húzott. És... Nem, de Dave, igen. Igen, ráadásul egy ginger felszerzetet húztam. Az a legrosszabb fajta, ha ez esetleg nem lenne. Felveszek innen egy kentaur. Miért? Viszi azt, aki viszi a gyűrűt. Legjobb felszerzetek ever. Hasznosak, jó, tudod? Akkor gyűjtsél félszerzetet, légy szíves, gyűjtsél jó? Te félszerzetet, én szeretnék nyerni. Nem szeretnék nyerni, de értitek. Jó, jó, most azonnal a chat vagy megdicséri a virágomat, vagy lelőjük a streamet. Elég. Sőt, nem kényszeríthetsz így őket hazugságra. Ez tökre nem illik. Mert mi van a virággal? Fekete és lila a teteje. Ez egy furcsa sárga virág. A szára. Igen, mert öreg. Öreg, szép. De látszik, hogy a levelei fosak. Látszik, hogy már máshogy. You have no imagination. You are a logical creature. Igen. 2, 4, 6, 7. Miért csak 7? Mert én már felvettem egyet. De miért te kezdtél? Mert random döntöttük el. Mi volt ez a több eszám? Viktor azt mondta, hogy majd Kaci kezd. Igen. Igaza van. Igen, ezt tényleg mondtam. Tényleg. Én is emlékszem rá. Ugye? Úgyhogy kezdtem. Csak a vezér színe számít? Nem, igen, mindenki színe számít. Az van, hogy nem szeretek hát, nem, csak a vezér színe számít. De hogyha nem ugye ez a színe, akkor csak kentaurok lesz. Igen, vagy a törzsnek. Vagy a színnek, vagy a törzsnek kell egyezni. Oké. Szeretnél te kezdeni? Szeretném, ha lenne egy practical discussion ezzel kapcsolatban néha. Nincs. Ezzel kapcsolatban soha nem lesz. Tehát vagy Viki kezd, mert nem tudom, mert aranyos, vagy Kaci kezd, mert nem tudjuk a szabályokat. De én most úgy érzem, tudom én a szabályokat. Én szeretnék egy... Az mi a másik kettő? Szárnyas? Igen, madár, szárnyas, madár. Meg... Azt egy zöld madarat kérek szépen. Itt a zöld madár, haver. Ez elég fika így. Kicsit. Really? És hogy húzunk abból a középső pakliba? Így. Húzhatsz onnan random. Á, ja, á, á. És sok minden nem mondja ez. A kezembe, adjam a rákolókat? Aha. Ne, ne. Ez a világ végéig kihúzná a játékot, mire én abból a pakliba húzom. Kérek egy randomot. Ó, oh, hello. Én is kérek egy randomot. Egyikötök sem éri el? Ó, oh, hello. Akkor ezt ide felrakom és húzok Vikinek. Nem, csak azt mondtad, hogy odarakod, és te majd húzol nekünk. Ez hangzott el, amikor odaraktad. Igen. Ne, nem azt mondta, hogy nekünk húz. Azt mondta, hogy de. Ő fog húzni. Kiegészni. Ő fog húzni. Te jössz.
Én nekem is hozzá egyet, légy szíves. Köszönöm szépen. Én felveszem ezt a kék madarat innen. Kéne egy ilyen Lego osztógép, ami levik ilyen. Jó, mindegy, szerintem vicces lenne. Te is. Nagyon. Én? Felhúztad a madarat? Igen. Meddig húzunk? Hát ameddig akarsz. Ja, értem, nekem is húz egyet, légy szíves. Tehát én például most azt mondom, hogy kiátszok egy kettes csoportot, ezek ugye narancssárgák, úgyhogy most lerakok a narancssárgára egy ilyen dominancia tokent, és a Kentaurra vezérem. A Kentaurnak az a speciális képessége, hogy ha lehelyezek egy jelzőt, akkor kijátszhatok még egy szövetségcsoportot, úgyhogy azonnal lehelyezek egy másik szövetségcsoportot, amiket ugye itt is a színük köt össze, és ez meg azt tudja, hogy előre léphetek X helyet a sellő nép soron, úgyhogy előre fogok lépni kettő helyet a sellő nép soron. Oké, okay, és ha most következőre akarsz szakni a narancssárgára, vagy a kékre, akkor három lapot kell kérdezni. Nem. A narancssárgára legalább két lapot kell lejátszanom, mert az a lényeg, legalább, hogy több lapból álljon a stacked, mint amennyi dominancia tokened már van az adott területen. Tehát, hogy a saját lent lévő dominanciádat kell egyre följebb. Jó, oké, okay, értem. Totali értem. Kovács Zsolt, nagyon szépen köszönjük a szupercsetet. Oh. Ez vajon? Nem. Láttam a profilképét, nem az. Jó. Oké, okay, én továbbra is húzok. És arra figyeljetek, ez igen, szóval. Hogy 10 lapnál nem lehet több a kezetekben, ha 10 lapotok van, akkor muszáj... Nem, én lerakok egy... Figyelj, hogyha így lerakom a tündét kettesbe, az két tünde. Akkor kettőt megtarthatok. Igen. Jó. Ha az két tünde... Nem, az egyik tünde csak. Az egy de amiatt akkor ez. Ja, a másik csontváz. Meg, amikor a stack. Igen, tehát ha megtartod két lapot, csak nem láttam, hogy a másik csontváz. És akkor a narancssárgára szeretném lerakni. Jó, és akkor te is berakszod egyet. Nagyon jó. Igen. És akkor most nem húzhatok. És akkor most nem húzol. Hát most az volt a lépés, hogy raktál. Én fölveszek egy... És egy körben meg lehet két squaddal is támadni ugyanazt a szint? Nem, mert ha valamit leraksz, akkor a többit el kell dobni. Igen. De hogyha teszem azt az a képességet. Kentaur. Ha Kentaur, akkor igen. Aha. Tehát lerakhatsz két kombós. Oké. Okay. Jajjó, kire. A kaci. Húztam. Én jövök. Akkor várjatok, támadni fogok. Csak kitalálom meg. Nálam minden színből van egy. Jó, szóval... Az nem baj, hogyha ugyanazok igen, a törzs. Ezzel a Kentaur vezette a hobbit sereggel. Támadom a kékeket. Akkor rakok rá egy ilyen jelzőt. Igen. És a következő... Oh boy. Ups, ezt nem láttátok. Ezzel a sokkal kisebb Kentaur vezette sereggel. Megtámadom a kéket. És aztán ezzel a tünde vezette félszerzett sereggel is megtámadom a kéket. Nagyon az szép. Nagyobb, mint az. És rakhatok rájuk még egy jelzőt. Igen. Rakok rájuk még egy jelzőt. És, meg és megtarthatom az egy szemlapon. Én ezzel szemben húzok. Szép kombó. Én a... Nem mondjam, vagyok hajlandóak lapokat visszadobni a... Én nektek nem adok semmit, csak a hobbitot adhatok. Szárnyas néppel megtámadom, igazából jó lesz a zöld. Ugye azért nem kellett ledobnunk a lapokat, mert hogy Viktor is, meg Viktória is tündével ment, és a tünde azt tudja, hogy amekkora stacked van, legfeljebb annyi lapot megtarthat. És Viktornak csak egy lapja volt, Viktóriának meg neked is egy vagy kettő, de hogy megtarthattam. Bocsánat. Csak nem akartam, hogy itt összezavarodjanak, mert hogy ezek ugye annyira nem számítanak most már. Húztam. Én is. Még nem, de most igen. És ugye nyilván minél több lapod van, annál jobb kombókat tudsz összerakni, de hogyha nagyon sok lapod összegyűlik, és aztán nem tudod őket kikombózni, akkor meg... Mehet fáj. A levesbe. Igen, akkor el kell őket dobálni. Húztam. Én is. Dobáljatok már le, hogy tudjak lentről húzni. Nem. Én is kérek szépen. Minden. Ajaj. Ja, én is így érzem. Mármint... Baj lesz. Baj van, baj. Húztál? Igen. Á, faszom. És ez már a második kör, amit így finiselsz. Viki szerintem megint elfelejtette, hogy streamelünk. Ami jó. Ami jó. Múltkor olyan jót játszottunk a
Az igennel, vagy mi annak a társaság? Az igen, az tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó. Nem, mert nem videóban, hanem hajnali kettőig játszottunk. Hajnali kettő. Tehát, és úgy, hogy akkor vettük észre, hogy az időt. Hogy hajnali kettő van. De tényleg ilyen 8-tól, vagy 9-től van. Ki kéne rakni a második részre. Jó, azt ki is rakom. Kaci jön? Én jövök. Én lerakok egy 3-as tündesztekket, ami nem lesz 3-as majd. Ami nem lesz majd 3-as a végén, de megtartok legfeljebb X lapot, úgyhogy megtartom a két lapomat, és a pirosba berakok egy... Ja, a pirosat nem lenne rossz megtámadni. Dominanciálót. De akkor mindegy. Tézli. Én jövök, akkor... Mindegy, csak ne kelljen lapot ledobni, hogy a többiek ne tudják. Ja, semmi más, szerintem ez egy szabály, amit értünk. Ez az egy szabály, amit stabilan értünk. Na, amit én fogok csinálni, az az, hogy először is lerakok egy piros kentaur sereget. A szerencsétlen kentaurnak valójában csak egy félszerzet van a segében, de ő nagyon lohol. Úgyhogy ezzel én már itt... Miért a piros a legjobb? Aztán azzal én már oda dominálok. Hát ott 4 pont jár. Most ugye csak az első pont... Hát igen. Ugye a kentauromnak köszönhetően... Én lerakhatok még egy kentaur sereget a... Akinek egy tündel, ahol... Ne csesszük el! Ne csesszük el, Dávid! Van egy légy a kamerán? Van! Rajta mászikán! Kettő is egyébként! Jé, ott is van egy Peti! És nem tudom, miért szeretik ennyire a kamerát, egyszer már ellettek. Nem baj, mert ez is egy pont, úgyhogy lerakok én még egy egyet ide, a szürke területre, és felhasználva a kis dolgaimat... De ekkora kombó király vagy. Lerakok még egy 3-as szárnyas népet a narancssárgára. De megtartod el a pirosan. És előre lépek a 3-asra. Ah. Az nem az. A szárnyas nép akárhova rakhatja a tokennyén. Az a sellő nép, oké. Okay. Szárnyas nép az bárhova... Szárnyas nép azt támadhatja a bocsánat, akkor viszont egész más csinálok. Bocsánat. Eli! Mit keresel az asztalon? Stoppolos. Nos, akkor ezt elcsöztem. Hát jó, ettől ezt megcsinálhatod. Hát inkább... Mint hogy valami Indiában lennénk, és legyeket kéne kergetnünk egyébként a kameránkról. Újra kezded, Renont? Ha nem tudod visszarakni úgy, ahogy volt. Ja, az a rabló Remi. Tudom, hogy volt. Igen, benéztem egy dolgot. Benéztem egy dolgot, sajnos. Donét! Nem akarjuk bezárni az ablakot, csak hogy csak én fázom. De igen, becsukott Kaci. Becsukott. Twisted! Köszönjük szépen Twistednek, tanítás megvolt, stream bekészítve. Bárhova lerakhatom, akkor az azt jelenti, hogy... Azt hiszem, kimaxoltam a mai napot, jó játékot, éljen soká Vikinének. Yes. Ja ne, bocsánat, ezt... máshova rakom ide. Na végül csak úgy rakod? Hát igen, nem akartam visszajátszani, és akkor parancsoljatok. Itt van az én 3 lapom. Mert sajnos a tündémet nem tudtam előre rakni, mert többet ért az, hogy... Akkor én jövök? Aha. Akkor én lerakok egy 3-as szárnyas népet, és a zöldre szeretnék rakni még egyet. Ja, és akkor ezt eldobom, tessék, kaptok egy... Félszerzetet? Egyetek félszerzet. Én felveszem ezt a lila tündét. Az Isten szerelmére! Én felveszem ezt a zöld lovat. Ami hal. Az egy Shelly. Jó, Shelly, de láttad a fejét? Csikó hal! Azt hittem, hogy a legsúnyább dolog a világon egyébként a Sea of Thieves Shellője, de nem? Nem. Fú, ez nagyon creepy. Ez nagyon creepy. Oké, okay, én jövök. Húzd el a kocsi elől a lila taktikáznom kell, elnézést. Taktikáznom. Hú, csöndbe maradjál. Tehát... Engem csak a kombók érdekelnek. Engem is körülbelül. Jó, tehát akkor az történik, hogy érkezik ez a 3 fős zöld kentaur csapat. Igen. Amivel mint egy ostrom alá veszem a zöld területet. Ez egy 3 fős zöld kentaur csapat. Ez az enyhe túlzás. És mivel kentaur, ezért behívom a másik lovas népet is. De Viktor, ez egy tünde. És? Nem azon felül. De
a törzsnek egyeznie kell. Igen. Jaj, de hülye vagyok! Úristen, teljesen elfelejtettem! Bocs, my bad. Akkor ezzel a sokkal kisebb... Viktor a fejében összebarátja. Igen, össze a fejemben tökéletesnek tűnt. Felült a tünde, azért hátán azt így nyilatom. Nem, ezt teljesen elfelejtettem ezt a szabályt, my bad. De hogy jön a következő sereg, ami... A csontra ez mehet mindenhova, ugye? Igen. Annak tök faj, tök szín, mindegy. Jó, akkor jön ez a hármas sereg. Igen. Aki szintén zöld. Igen. És lerakok még egyet ide. Mi? Igen. És lépek ott is. Igen. Hármat. Hármat. Te vagy a sárga. Én. És rögtön lerakhatsz ne. Még egyet valahová. Nem! Oh. Hogy is volt ez a nem hívnám azt támadásnak? Ezt a kettőt meg megtarthatjátok. Nekem miért csak két tokenem van a táblán? Nem tudom. Azért, mert te nem mentél rá ügyesen a nulla pontot érő területre. Nem, ami... nem úgy, mint te, aki ráment ügyesen a nulla pontot. De nem is oda de megyek, nem hanem te jössz. De nem raktam le a tokenemet, ja. Amikor leraktam a szaromat. Ez nem érdekli Vikit. Az a lényeg, hogy nem te jössz. Mert hogy három seregem van, nyilván három tokenemnek kell, hogy legyen a pályán. Arra megint ott van a kamerám. Nektek miért van ennyi lapotok? Nem tudom. Ez egy. De kevés sincs, szózol itt. Jó, egy, de... Éppen sikeresen vezettem egy offenzíjén. De te most húztál, úgyhogy nem csinálsz mást. Igen, jó, de azok mind hiperhasznos lapok. Jó, én felveszem ezt a szürke tündét. Azt akartam csinálni, csak aztán rámordított Viki, addigra elfelejtettem. Mi ez? Mi ez? Baszik, hogy megyen állatban, érted? Kaci. Tudom. Izgulok is egy kicsit. Izgulok is egy kicsit. Nem! Ezt veszem el. Na mikor rohanod le a félszerzetekkel középföldre? Mindjárt! Mikor lesz elég, hogy szívnak titeket az egész vidéken? Én lerakok egy négyes lila sereget. Amit egy tünde vezet. Ti megtartod a szaros lapjaidat. Két lapot. Jó, de azt tudod, hogy a számolásnál nem számít majd. Tudom. A csont vesz persze. Tehát ez egy hármas. Akkor nem tudom, miért raktam oda. Mert hogy ugye ez elmegy és megtarthatom. Felhúztam egy sárkányt. Nem baj, csak lerakod és húzol egy másikat. Igen, ezért szerettem volna megállítani az eseményeket. Nem játsszuk vissza. Ja nem kell, csak Viki oda kellett volna, hogy adja. Az retardált dolog volt a részemről. Nem így kellett neked volna. Kellett volna adnod, Dave. Nem, mert én alulról hoztam. Ja, oké, akkor ők így. Miért vagyok fogyatékos? Ez egy nagyon jó kérdés. Hosszú. Megtarthattam volna azt a csontvázat. De mondjuk az imidzseden sokat javít a sapka is. A baj, ne, Dave! Értem, hogy nincsenek elég jó reflexeim a te igényeidnek. Na, én akkor a zöldre rámegyek egy tünde sereggel. És de akkor megtartatsz tűnt. Három lapot. Igen. Hatalmas a zöldért folytatott küzdelem, kacus. Igen. Jó, én a szürkére megyek rá egy tűnösereg. Várjál, azt hiszem csaltam. Mert? Mert hogy az hármas. És ez is. Vagy az hogy számít? Hát a sajátodat kell dominálnod. De akkor még nem volt három, amikor igen, az zöldre. Igen, de hogy ez kell. Szárnyas nép. Azt igen. Oda, akkor is. Tehát először raktam egy kettest oda igen. Le. Utána egy a hármast, de az szürke, viszont oda raktam a terület. Az nem baj. Az mindegy. Vagyis akkor megverem. Most a hármas az jó, mert a kettest igen. Kellett dominálnom. Nem, az ott lévő, az ott lévő token számot kell dominálnod. Ja, token számot, jó. Igen. Jó. És ugye azért is OP a szárnyas nép például, mert az ugye bárhová berakhatod. Szóval igen, megcsináltam azt, hogy dominálom az üres területet, oda berakhatnám, de nem oda rakom be, hanem oda, ahol már 8 token van. Jó. Ja, tehát, hogy okay. Nem kell vele dominálni azt a területet, ahova rakod. Azt kell dominálni, amilyen okay. Színű ő maga. Ja, tehát ezt kell dominálni, aha. És ide igen. Kell rakni. Hát ez világ. És lerakhatod oda a szárnyas nép miatt. Igen. Hát ez okay. Srácok, ez világ. Szóval én a tünde seregemmel bemegyek a szürkébe, és... Megtartok két lapot. Két lapot. Oké, okay, én azt csinálom, kettőt. Hogy egy nagyon viszonylag... Nagyon az összes nullás területen csak én vagyok. Viszonylag fiktív csontvázakból álló hadsereggel megtámadom a piacot. Ami tudom, hogy pontot nem fog adni, de hogy domináltam én ezzel gyakorlatilag. Mindent is ti nem kapjátok meg a csontvázakat. És támadhatok jó. Még egyet. Uh-huh.
ami szürke madárnép, ahol szintén nincs semmi, de azért adok a madár mellé egy hobbitot. Mert miért ne? Az szürke és kék. Ja, Istenem, ez nekem sosem fog menni. Mindegy, ez a madár, ez szűrűen elég. Nem, az, hogy párosítani kell bárhogy. És ezt ide rakhatom. Nem. Mert, de mert a madár oda nagyobbnak kell. De nem, mert a szürkét kell dominálnom, és ide kell raknom a pontot. Oda. Zseniális. És a hobbitot meg megtarthatja valaki. Figyelj! Nem fogom meg! Köszönöm. Egyből álló is seregnek minősül? Igen. Igen. Akkor én szeretnék... Na, te jössz? Igen. Igen. Egy kentaurral akkor szeretnék bemenni a szürkére. Igen. És egy kettes sellővel pedig a kentaurt nem érdemes... Mindegy. Hát most nem kellett eldobni. A lilába. A lilába. Ügyesen. A lilába. Lila. Nem csak megjelenik mindenhol. És igazából és az sellő nép, úgyhogy jöhetsz előre kettőt. Igen. Én húzok. Igazából túl türelmetlen vagyok ahhoz, hogy húzzak. Ez aztán a sereg egyébként. Te jössz, Kaci. Megint? Igen, most húzunk már egy kicsit. Most egy ideig húzunk valószínűleg egyébként. Mindjárt jönnek a sárkányok. Miért van nálam ennyi Frodo? Te jössz, Kaci. Ennyi szintén még nem láttam a kezemben egyszerre ilyen kevés labból. Hát jó, akkor én bemegyek a szürkébe egy kettes sellővel. Szóval és akkor lépsz kettőt. És ezzel átugrott pont, igen. Igen, tudom, de... De mindegy, mert de akkor is kapsz pontot, ha te vagy a legelől itt. Aha. Húzok még egyet. Azok sellőjék, ugye? Színeket gyűjtök, srácok, színeket. Na, én lehozom a hadsztekes hobbitármitom. Ú, az 15 pont? Aha. Ú, az menő. Nem fogom lehozni. Miért nem? Miért nem? De ez 15 pont. Igen. Jó, akkor ne hozd le, te húzzol a sárkányt, én is beragod. Jó. Miért nem rakod le? Mert valami máson töri a fejét. Ah, mert biztos, hogy kihozza, megint hobbitokat használunk egyébként töltőtömegnek. Szalad elő valami használ. Igen, Dávid, hány lapod van? 11, úgyhogy muszáj leraknom. És már így is csaltam. Ja. Jó nagy. És melyik szint támadod a lilát? Ledominál nem támadok semmit, mert a félszerzetek azok csak gyűrűt visznek. Ja, hogy ők csak vannak! Én meg elcsesztem. Elcsesztem, mert elfelejtettem, hogy sok mindent elfelejtettem. Én akkor a narancsszárnyast fel. Narancsszárnyast? Igen. Kaci? Én... Lopjátok szét. Húzok egyet. Ne sárkány! Én a lila szárnyast. Kellenek nekem azok? Visszahúzhatod, ha gondolod. Szóval, hogy igen, azért játszunk csak két tokennel, mert csak két kört fogunk játszani, elvileg ugye hármat kéne, de most rövidítettünk egy picit a játékon. Kell nekem az a tünde? Nem. Az a baj, most húzok, de minek? Ez már nagyon sok. Hát itt a négy, de nincs kinek. Yeah. No. Húzom vissza a hobbitát! Gyűlnek a szerzeteid! Nem tudom, milyen gondolat vagyok, körém gyűlnek a hobbitok. Jó, viszont most már muszáj vagyok kijátszani. Ez egy... 6-os hobbit sereg. A végén majd csak 4-es lesz, de nem akarom nektek odaadni a csontvázokat, úgyhogy... Ja, én se akarnám. Úgyhogy kaptok egy szárnyas népet, meg egy sellőt. Jó, nálam az fog történni, hogy megtámadom a lilákat, a kentaur vezette madár tünde seregemmel, az egyetlen sereg, ami egyébként ebben az egész harcban ténylegesen sereg, és így nem, az addig biztos. Ami azt jelenti, hogy megjelennek a lila zónában én is, de csak ilyen benéztem. Ilyen tessék-lássék, igen? Ja. Nem zavarsz, maradjál még. És... Nem így valami? Nice. Próbálok kedves lenni, de hát akkor én basszam meg. És... Mi ez? Zöld?
megtámadom. Az baj. A piros zónát. Igen. Ezzel a kettő madárral. De igen. Várjál, mit rögtön le az előbb? Kentaur. Ja, jó. És akkor rakok még egyet ide. Igen, és ezt ugye rakhatnád bárhol máshova is, de... Visszarakom ezt nektek. Rakhatnám, de jó az a piros. Jó. Mi van akkor, ha döntetlen van a zónában? Én a narancssárgát kérem. Nem már! Köszönöm. Hát ki. Akkor én felveszem ezt a szart. Én azt hiszem, akkor húzok. Narancssárgás előtt húztál. Igen. Én a szárnyas nép zöld seregemmel ide jövök a zöldre, de aztán meggondolom magam, és átjövök ide a pirosra. Jó döntésnek tűnik. Én rámegyek a narancssárgára, és akkor szeretnék még hármat előrelépni a sellő dolgon. A sellő trekken. Egy, kettő, három, és akkor lerakhatsz még egy tokent bárhová. Akkor... Hát itt eléggé hátrány van. Hát, tudom, ugye, hogyha de... döntetlen, akkor megfeleztek a pontokat. Ja, akkor azt kérem. Akkor azt kérem! Jó, én kijátszom a pelagont, ami egy egyes sellőnép, és bemegyek egyel a szürkére, nulla pontért, meg egyet előrelépek a sellőnépre. Nem többet kell? Nem, mert rálépett a sellő... Várjál, pont ja, de többet kell, mert tokenere. Én már ott vagyok bent. Aha. De rálépsz a sellőtokenre. De mindegy, mert így nem rakom, nem rakhatom le. Ja, így nem rakhatod le, oké. Ez esetben nem esem, mert valamiért összekevertem a színeket, akkor húzok. Megpróbáltál csalni, nem sikerült. Ismerjük. Sárkány! Oh boy! Ez a harmadik sárkány? Igen. Amikor kihúzottak a harmadik sárkánylapot, a jelenlegi kor azonnal véget ér. Királyságokban a legtöbb uralomjelzővel rendelkező játékosok dicsőségpontokat szereznek. Az első kor végén a legtöbb uralomjelzővel rendelkező játékos annyi dicsőséget szerez, amennyi az adott királyságban. Mennyire trükkös a kört kornak hívni, nem az egyes helyen van. Ha. Úgyhogy... Valószínűleg eredeti lépjük... nyelven nem. Jött ki meg nem is, tehát a kör sem feltétlenül. Aha, igen, tehát ezt lépjük le. Mi? Szépen. Hát a pontokat. Menjünk végig a narancsárga területen. Ott Viktória dominál, ő kap két pontot. Oda fent a sorokba tegyen mindenki a nullához egy tokennyét. Én majd leszámolom, és akkor rakom oda, addig nincs értem. Jó. Viki a kettesre. Viki kettő. Jó, a következőt is ő dominálja, de az ugye nulla pontot ér. A kéket azt Viktor dominálja, úgyhogy ő négy pontot kap. A zöldet azt felezitek, úgyhogy 2-2 pontot kaptok. Hogy jöttem a 4-esről a 7-esre? Igen, a 6-os. Ja, 2-t toltalak, úgyhogy arra toltalak meg. A pirosat azt Dávid dominálja, úgyhogy ő 4 pontot kap. A lilát pedig elharmadoljuk, úgyhogy mind a 3 mind a nullát. Nullát pontot kapunk. Kati! És akkor ti most ilyen 15-öt... Igen? Ezután a játékosok dicsőségpontokat kapnak a kijátszott szövetséges csoportokért, azok mérete szerint, ahogy a tábla mutatja. Na, kezdjük Vikivel. Ez 3 pont, 4... Nem, az ott egy 1-es külön. Az nem egyben érkezett. Az nem egyben volt Viki előtt. Az, ott volt egy 1-es külön, az a szürke, a harmadik szürke, ja, az egy 1-esként külön érkezett. Nem a félszerzett, hanem a kettő. Igen, úgy. Igen. Ja, jó. Volt. Akkor az 1, 2, 3. Nem, mert abban van egy csontváz. Ja, nem, akkor 3. Igen, akkor igazad van. A csontvázat vedd ki belőle. Igen. Jó, de azért 3. Úgy számolta, hogy nincs benne csontváz. Jó, Kaci, higgadság. 1, 2, 3, 6, 7, Tehát. 7 pont, az azt jelenti, hogy 11 pont. Jó. Nekem ez 1, 2, 3, meg ez 3, ugye? Aha. Az 6. 7. Meg 1, az 7, meg ez 4. Az 6 pont. Az 13 pont. 13 pont. Jó, nekem az nem, az nem. Az 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8, az azt... 14. Te vagy a sárga? Uh-huh. Jó. 14. Nekem ez 1,
2, 3, 4, meg 15, az 19. Lolz, 23. És akkor még ott van a Shellő tábla. A Shellő tábla. És ott van még a Shellő tábla, itt az első helyen álló kap egy pontot. Mi? Ez ennyi? Hogy mi? Ja, hogy miért kap többet a második helyen? Az nem az, nem, az, az a második kör, kör és az első helyen álló kör. Fog. Igen. Ah, jó, hát azt hittem annyi pontot kapok a... Ez a hobbitos dolog, ez így, ez bezavart, igen, azt kell, hogy mondjam, hogy végeredében lehet, hogy bejött a sok nyomorék. Igen, én megnéztem, hogy pipinék ezek összerakják majd a végére. Igen, ők megtolták a második reggelit, Mindenki visszaveszi most? A kártyákat szerintem... eldobjuk, és hogy az ott marad-e, azt nem tudom, azt mindjárt megnézem. Hogy most ez egybe van, vagy külön? Mert én nekem lehet, hogy én hosszú távon is taktikáztam a dologgal. A seregeket dobjuk el, ugye? A mindent szépen bekeverünk, aztán utána mindenki kap még egy. Maradnak. A nagy játéktáblán az összes uralomjelző, és ha játékban volt, akkor a Shellő tábla és a játékosok ork horda táblája, ezek ugye most nincsenek, maradnak a következő korra. Az összes troll és óriás jelzőt vissza kell tenni a táblán, az sincs most. Jó. Szóval a lapjainkat eldobjuk. Nem, Bocsánat, szabálytolvas. De a tokenek maradnak a táblán. Mit keres egy token a mikrofon alatt? Úgyhogy azt dobtam a kacinak. Igen. Nem, Viki bedobta alája. Ügyes. Vagyis pontodra céloztam, és ez nagyon nagy teljesítmény. Képzeljétek el, nem hoztam a adás mamuszomat, és fájtok a lábam. Kész egy mamusz? Kérek szépen. Ne álljon meg miatt, azt nem kérek szépen. De hát most... Srácok, baj, ha hozok neki egy kapatok egy mamusz. Tudok keverni. Jaj, vagy van olyan zoknitok? Jó, akkor a mamuszod is. Csak ne Viktória keverjem. Bármi, csak azt nem. Azt kell mondom, hogy nincs nagy lábban. Tessék, kicsi a lábamra. Visszanézhető lesz-e? Igen. De nagyon jó meleg. Széltében. Ez kicsit olyan, mint a... mikor meleg WC-deszkára ülsz le, nem? Olyan jó, hogy meleg, de olyan... Én ezen sosem szoktam elgondolkozni, hogy velem. Olyan jó, hogy meleg. És itt véget ér a gondolatom. Kicsit a papucs, a meleg papucs is ilyen. Ne hozz neki, majd abból tanul. Ne hozz neki, majd abból tanul? Hát ki ez a srác? Mit tanul? Hát, hogy megkövetkezőre hozom a mamuszomat. Jó, de ez nem egy gyerek. Mindegy. Mondjuk egyébként ettől függetlenül hordja magával a mamuszát. Imádom amúgy, hogy a játékszabályban mindenhol Anna van általában, meg Béla, meg Cecil, meg ilyenek. Itt Alexis, Roderick és Wilfred. Figyelj, és most is, ahol mondjuk már van 4 tokenem, oda 5-ös csordát rakom. Igen. Igen. De hát ez szívás! Hát taktika, de igen. A szívás is jó kifejezés. Nyilvánvalóan a lilán keresztül kell kifarmolnunk a zöldet modern népségekkel. Amik nincsenek lent. Szóval végül is mindegy. Ez a sárkánynek. Na! Gyertek, hobbit! Ki kezd? Az kezd... Aki nyer az előzőben, nem? Aki... Nek a legkevesebb pontja van. Jó. Tehát Viki. A legkevesebb dicsőséggel rendelkező játékos lesz. Mindenki kap egy kártyát. Gondoltátok volna. És ehhez lehet. Ez az! És Viki jön. Nem, Kaci jön. De várjál. De miért a Kaci jön? Mert te kezdtél. Te kezdtél, és így megyünk körbe. De hát ti már mind 20. De nem, azt kaptuk. Ja, bocs. Olyan lehet, hogy úgy raksz össze egy csoportot, hogy van, aki fajtában egyezik, van, aki színben. Nem, vagy csak. A vegyes. Nem. Az elsőhöz egyezik színben, vagy fajtában mindegyik. Nem. De Dave, mintha kihagytál volna. Hány napod van? 2. Bocsánat. Mintha kihagytál volna, again. De csak szereted van. Gondolom. Meg izgatott vagyok. De te vagy elől? Jó. Akkor vidd el. Jó.
Most húzza. Rák népség, rák népség. Négy hobbitot. Minden rendben. Nekem színeim vannak. Kérek szépen egy lapot. Tegyük azt középre. Vagy kicsit beljebb, úgy jó. Úgy se dob el semmi, semmi. Ki jön? Én. Most mindenki hirtelen ráment erre a húzásra. Valószínűleg igen, mert rájöttünk, hogy abból lehet pontot szerezni. Ja, nagy sokkal rész, többet, igen. Mint az összes visszájkodással, meg ilyenekkel, ha nagyobb csoportokkal foglalunk. Ja, megnéztem Balázs, tehát hogy négy játékosnál már, csak 2-3 játékosnál van két kör, négy játékosnál már 3 lenne, de megbeszéltük, hogy most csak 2-t játszunk. Húzok még. Hány lilánk van? 4. Nem, milyen lilánk van? Mire gondolsz? A lilán menny... Vagy az... Zöldön 4. 4. De mi vagyok? Hát neked van 4, nekünk... Igen, 4 van, jó. Na, most lett mindenkinek amúgy 10. Nekem csak 9 van. Mert most lesz a Valkárban. Aha. Mert Victoria kezdett, úgyhogy neki már... Igen. Aha. Jó. Amit én szeretnék csinálni, az az... Milyen sokszínű ez a csapat. Sokszínű egyéniségekből áll. Hmm. Hm. Ja, ahogy húzni szeretnék. Én... berakok egy egyesként a húrt. Igen. Hogy legalább azt neki eldobnom. Az a baj ezt a kékbe. És akkor lerakok egy ötöst, sellőt a zöldre. Igen. És az előre mész a sellőn 5-5. 5-5, igen. 12-re. El kell dobnom. Igen, és pont lerakhatsz még egyet, mert pont a 12-n álltál meg. Ezt ugye bárhova rakhatod, nem csak oda. Tudom. De mennyi tünde? Ja, széves. Hmm. Ezt tudtam kihozni. Para. Nálam is eléggé para most a szituáció. Te arra 2-t raktál? Igen. Ez baj. ez teljesen újra kell, kalkulálnom, nem semmit nem kell újra kalkulálni, de ebben van. Jó, az biztos, jó. Hogy... Még ne csinálj Dávid semmit, mert Viktor. Igen, én még taktikázom. Ez nagy baj. Oké, ez tuti. Oké, ez a biztos. És a másik kört kell eldöntenem, hogy az mi legyen. Sajnos, hogy sehogy se lesz jó. Nem, sajnos, hogy sehogy se lesz jó. Viszont így lesz jobb. Jó. Szóval, van ez a sok tökéletes piros kentaur által vezette seregem, akikkel teszek még egy jelzőt a pirosra. Igen. És van egy a whatever színű madár által vezetett seregen, mindjárt kitalálom, hogy melyik színnel vezetem pontosan a seregen. Hány darabból áll? 3-ból. Kék színű madár által vezette seregem. Igen. Ami 3 tagból áll egyébként. Igazi varjak ők mind. És ezzel meg a zöldre teszem. És ezt az unlimited mennyiségű csodálatos kártyát pedig azt hiszem, hogy kénytelen vagyok eldobni. Megosztod velünk őket. Igen. És ezek jó kis ráadások. Vagy hát van közöttük jó is. Dávid. Aha. Mennyire bátor lenne a
lazacot visszahúzni, zöld lazacot. Azt megpróbálni megtámadni. Ez 1, 2, 3, 4, 5, az nem fog kijönni. Az csak hobbitokból jön ki. Jó, én... hát sajnos ezt nem nagyon tudom máshogy csinálni, mint hogy lerakok egy kentaurok által vezetett... Tehát egy kentaur által vezetett madarat. Hát követi egy madárt. Miért van a narancssárgánál ott plusz 4? Hogy? Az a hatos. Az a második helyzet. Hogy... Nem? Mert hogy az csak akkor van benne az a token, hogyha legalább 4-en játszunk. Mm. Ha 2-3-an játszanak, akkor az a token nem van. Ja, nice. Ma egy csomó másiknál is van, csak az van közön. Kati törpörős cosplay-e. Milyen csendes ez a játék egyébként, és így taktikázunk, a fűszeres is ilyen volt egyébként, ott is taktikáztunk, gondolkoztunk. Bent a stratégizálás. Jeleztem Kacinak, Dave, hogy akarok majd még játszani a fűszeressel. Nagyon figyelek. Én is szeretnék. 3. Ja, nem lehet számokkal megzavarni. Nem. Hagyd nyerje meg ezt is, legyen egy jó napja. És belül a cintányod az a majom így. Hobbitkák! Igen, lehet, hogy... Nem fogok hazudni. Lehet, hogy amúgy a hobbitok a kulcsai ennek az egész győzelemnek. Jó, győzelem. Én lerakok még egy kentaur sereget. Azt nem hiszem, hogy és lerakom. Nem tudok foglalni. Le tudom rakni, de nem tudok mert foglalni. Lerakni? Nem? Szerintem nem akkor nem tudod lerakni. Legyen is Kaci így hát csak akkor tudod lerakni. Ha nagyobb. Igen. Neked fogalmad nincs, csak tudod, hogy nekem hogy rosszabb. Igen, erre tippem. Azt mondja, hogy válasz egy kártyát, aki a vezér lesz, és tedd a csoport tetejére. Ha a királyságban, aminek a színe megegyezik a vezér lapjának színével, a te színedből kevesebb uralomjelző található, mint amennyi lapból áll a csoportod, akkor letehetsz egy uralomjelzőt. Szóval lerakhatod. Lerakhatod, de nem csak az uralomjelzőt nem rakhatod le. Azt miért vetted vissza? Jó, lerakhatom? Lerakhatod. Nem az volt az érintett. Az meg volt, igen, igen, lezárt, de a következő más, hogy csinálom, hogyha azt nem tudom csinálni. De lerakhatod, csak az uralomjelzőt nem rakhatod le. Jó, akkor ezt így fogom játszani. Emellett lerakok egy szürke sellőnépet, úgyhogy... Sellőnépet? Milyen kombóitok vannak, hát ilyetetlen. Úgyhogy lerakom ide a sellőt, előre lépnél 3-at kérlek. Uh-huh. És ha lerakhatsz előre még léptem 3-at, akkor lerakok ide még egyet. Látja azt a piroset a srác. Akkor én szeretném azt a szürke szárnyast. Szürke szárnyas parancsolj. Ki jön? Kaci. Kaci hobbitra megy. Várjál, Dév. Nekem most gondolkoznom kell. És nagyon rossz. Jó, ennyi tünde a világban nincsen. Főleg, ha elkezdek tündét gyűjteni. Szürke tündét ad nekem létszik. Húztál, Kaci? Hoztam. Felvetted? Nyilván. Hagyjál. A hobbitkáiddal együtt. Baszki. Dobod vissza a közösbe az összes felszerzeted? Ők a megye tulajdonai. Igazából mindegy. Behúzta a félszerzet. Nekem is húz egyet. Kaci. Éve? Aha. Te ez 6 félszerzet. Tudod mit? Én is félszerzetet húztam. Nem akkor teljesít. Kaci nem foglal soha semmit, csak dobálja a félszerzeteit jobbra-balra. Te jössz? Igen, te. Még egyet húznak nekem. Persze, drágám. Kaci. Felveszem ezt a zöld szart. Miért ezt vettem fel? A szürke kentaurt szeretném. Parancsolj! Köszönöm. Ja, ez ő kivált, bocs. Ne, nem, húztam? Én húztam. Én jövök? Igen. Igen, Robin, Dávidnál a harmadik az... egy csontváz. Csontvázas. Azért más a lapháttere. Sellőnép, sellőnép. Szia Tomi! Szia Tomcsi! És Doni.
És Donate Miki, a Twisternek nagyon szépen köszönjük, tanítás megvolt, stream megkészítve. Pizzis, bocsánat. Miki, nagyon szépen köszönjük, sziasztok, első Donate of Life. Ó, oh, király vagy! Nice. Köszönjük király szépen. Viki, ha egy trikolor és egy cirmos cica kis cicájánál a fekete foltok helyett cirmos szürke-fekete csíkok vannak, akkor az már quattrocolor? Hashtag Team Dave. Nem, mert abban ugyanúgy fehér meg szürke van, ki, és én? Fehér már igen, van, az csak a mintázat, attól még nem, én is kérek szépen egy lapot. Köszönöm. Nem áll jól a szénem. Nem? Nem. Annak örülök. Ja, nem éljövök, mert Viktor volt. Bocsánat. Én is szeretnék egy lapot. Köszönöm szépen. Nem áll jól a szénem. Még mindig. Húztál, Viktor? Jaj, ne. És most kihúzod mind a hármat? Nem áll. Ez izgi volt így. Újra kell definálnom a stratégiámat, azt hiszem. Jó, én lerakok egy négyessel lőni. Pet, ami zöld, úgyhogy berakok egy tokent a zöldbe, és lépsz. Ezzel meg lépek előre. Fogyatékos vagyok? Az, ahogy nézem. Nem így kellett volna csinálnom az egészet. Nem nagyon. Visszaléphetek még? Nem. Én ezt nem de tudok más csinálni, és én vagyok. Visszalép. Nem, Dave se lépett végül vissza. De még nem csináltam semmit. De leraktad, az lent van. De nem már. Hagyj, lépjek már könnyen sor. Jött, könnyen ment. Nem. Nem, nincs ilyen. Uh-huh. De hagyj már. Nem lehettek ilyenek. Nem-e? Én csak csendben vagyok. Én jövök, visszaveszem. Szerintem ez nem oké. Annyi nem oké dolga, csak nem oké dolgokat csinál ez. De miért nem oké, még én szerintem vagyok? Szerintem ez nem oké, mert leraktad magam. Már. Szerintem ez nem oké. Mit dobtál el? Mi van? Mondjuk ez is igaz, hogy az elején lehet, hogy csináltam én is. Mindegy. És a chat szerint is oké. Okay. Most már mindegy. Jó, 10 lapunk lehet, ugye? Most már mindegy, de majd, ha kimegy élesbe ezt a videó, akkor kommentben írjátok meg, hogy Viktornak szerint oké. Miért kell lázítani? Csak azért, hogy másnak is rossz legyen? Ha nem, igazuk van egyébként, az nem oké, hogy én azt mondtam, hogy nem oké, mert én is csináltam az elején. Mondjuk akkor még nem értettem a szabályokat, de ez egy másik kérdés, de... Értem a te oldalad igen. Is. Nem, igazad nem van fogunk egyébként. Ezzel összeveszni. Abszolút igazad van egyébként. De most csináltál nem. Valamit, Viktor? Nem. Nem, szabályokat beszélgetünk. Jó, ez nem jött össze az, amit szerettem volna semmilyen formában sem. Akkor én jövök. Úgyhogy azt hiszem, el kell dobnom az összes lapomat. Úristen, ez nagyon gáz! Lerakok egy ötös kentaur sereget a milyen szürkére. Színű vagyok? Holy, ez mi? Nagy szürkére. Para. Oda? Igen, a szürkére. Uh-huh. Hű, ez így nagyon rossz. És akkor lerakok egy... Még visszacsinálhatod a te. Ja nem, ez több kört kéne ehhez visszacsinálni, Kaci. Ez nagyon sok kört kéne visszacsinálni. Most azt kell kitalálni, hogy melyikkel szerezhetek több pontot. És az helyzet, hogy egyikkel se sokat. És akkor lerakok még egy... Ez nagyon rossz így. Szárnyast, amit szintén a szürkére szeretnék rakni. És akkor ezeket el kell dobnom. Az mi az? Egy csontváz, meg egy felszervezet. Ja, a csontvázat azt inkább berakom egybe. A sárkányra? Nem lehet. Nem, tessék. De hülye vagyok. Isten, az én körömet, ha most megnézed, az maga a borzalom. Tehát ezt nem tudom igazán azt kellene, csinálni. Viktor, hogy... Óli. Ez szinte lehetetlen. Jó, az van, hogy lenne egy variáció, hogy én kapok 6 pontot, ami nyilván jó lenne, de mennyire jobb lenne inkább Vikitől elvenni 10-ből 5-öt. Úgyhogy most
Most konkrét, ne. Én ezt nem tudom eldönteni, hogy várjál, az 5 pontot kapok. Ez a kigyűlölök jobban. Igen, most az van konkrétan. Nagyon hogy... nehéz, nagyon nehéz. Engem nagyon. Egyedül, vagy mindenki mást egyben? Nagyon, igen. Úristen, de ez nagyon nehéz is, ráadásul én nagyon sután jött ki minden. De figyelj, hogyha 6 pontot szerzel, akkor én is 6 ponttal... És hát én vagyok a második, tehát én kapok 4-et. Ilyeneket jó, nem szivatom, nem szivatom kivikit ezzel. Olyan? Aha. Lerakom a 4 felszerzetemet. Jobban jár. Hogy rámentetek ti is a hobbitokra, most itt az első körbe valami és most, most figyeljetek, srácok, mert gyakorlatilag a világ összes kártyája nálam van egyébként, ami tök jó lenne mindenre. De hogy végeredményben pont mindegyik egy picit volt messze attól, hogy azt elérjem vele, de amit szeretnék. Mindenhol van már tokenem. Tehát icipicit volt messze de attól, hogy elérjem, számít, amit szeretnék. De azt számít, valahol van egy tokened, de másnak meg rohadt sok. Hát most nem. Nekem csak azért számít, mert ugye a kettesen álltam, és azt hittem, hogy a hármason jó, állok. Értem. És most azt átugrottam, úgyhogy eljöttem a hatosra. És egyet kéne lépni, nem tudom, és nem tudsz egyet lépni. Értem. Ami azt jelenti, hogy el kell menni a tizen... Ja. Nagyon sajnálom, Kacsi, én nem baj. Lerakok egy kentaurt, amivel elfoglalom itt ezt a kis senkit nem érdeklő dolgot. Majd lerakok... hát 5 darab tündét. Tündéket? Tündéket, úgyhogy ezt, és ezt én megtartom, és mindjárt mondom, hogy milyen színű ez a sereg. Ezek... Te, bármelyik színű. Nem tudom. Nehéz megmondani. Mert nem lehet, hogy ezért... Ja, de úgy igazatok van, úgy rakhatok. Hó. Hát, ugyanúgy, ahogy az elég nem raktam, hogy oda nem rakod, de én nem raktam. Bocsánat, igazad van, mielőtt Robi, bármi köszönöm. Történik, lerakok egy kentaur sereget, egész pontosan, és az egy kék sereg, úgyhogy azt ide rakom, és aztán amikor lerakom sellőjéket, akkor... Majd Dave Samrobin is nekünk megcsinálta ugyanazt. Mit? A lap visszavételes dolgok. Ja, bocsánat, jó. Oké, következő játéknál ezt tisztázzuk egyértelműen, hogy lehet-e visszavenni lapot, vagy nem. És akkor, jó, akkor jó, lesz egy lehet, jó, nem kitetti. Lehet, bocsánat, igen, igen, teljesen, teljesen jogos. Ott biztos, hogy csak. A Cerebriával tervezünk játszani, hát ha egyszer végre kész lesz. Mióta akkor készül? Szinte azonnal. Nem tudom, én jó, én a pirosnál megnézni, akkor tesztelték. Bebiztosítom ezt itt. És ezeket meg megtartom. Aha. Hát akkor én felveszek egy piros szárnyas. Egy piros szárnyas? Felveszek hát, egy lila vízilovat. Mert nekem a piroson tudod még nincs, és igazából felveszek egy szürke az szárnyas. Eszemben már van, és a nagy Cerebria. Hát valószínűleg a legutóbbi. Mert hogy csináltak belőle ilyen kis kártyásat is, azt hiszem, ami nem a nagy. Ha már kapható, akkor beszélünk a srácokkal. Elveszem ezt. Én akkor lerakok egy piros szárnyast, és a kékre szeretnék. Nekem ez a kör nem sikerült annyira. Kékre? Közöttem. Bocsánat. Jó, én lerakok egy lila vízilovat. És a lilán, ugye lilára nem rakhatom le, mert hogy ott már van egy tokenem, de ide rakom. És ezt meg ide. Mert hogy innen kapok egy tokenet. Mi? Ja, hogy ez neked szólt a helyem nekem. Mit csinálsz? Taktikázom. Nem, jól? Nem. Csak azt... Jó, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Nem jól csinálod! Bocsánat. Kurva élet. Nem tudom, mit csináltál, de nagyon jó volt. Faszom, mindent gyűlölök. Mindent gyűlölök, és mindenkit. Sárkány, húzd fel! Hú, az nagy para lenne. Nagyon nagy sárkány húzó. Én nem tudom, hogy mit kéne csinálnom. De hogy mindegy, megyek a biztosra, megtámadom a szürkét, és rakok tokent a kékre. Nem mész rá a zöldre? Nem, mert ezzel többet nyerek. Tehát, hogy ott 4 helyet 5-öt kapok, itt meg
Itt meg 6-ot kapok, hogyha megnyerem. Hmm. Egy pont. Semmi. A hobbitjeidhez képest semmi. Hobbit seregeddel, amivel átviszed a világ uralmán. Bárcsak. Sárkány! Te vagy. Nem, szágon. Az, hogy azt kihúztad onnan, azzal szétvertem mindent? Mindent szétvertél teljes egészében, sajnos. Sajnálom. Na. Tudom, hogy nem. Hát ez a játék, ez igen. Én ilyen kockáztatós gyerek vagyok. Így lesz egy lapelhúzás után 18 pluszos a csatorna. Hány lap van még ott? De ez még nem sárkány. Hát egyébként igazából akár még lehetne is. És ahhoz meg baromira nincsen. Te húztál? Én húztam, igen. Kű. El van ez cseszve sajnos. Nekem is, ez a második köröm, ez egy az egyben. Minden taktika rosszul jött ki, de mindig pont egy ilyen egy lap hiány jött ki rosszul. Ó, és ez is rosszul jön ki. Ez az. Márhogy a... Te nem akarsz jó fej lenni? Nem. Mert jó fej magával. Jó, én egy kentaurus sereget... Mindenki kentaurus sereget játszik ki. Neked volt meg kentaurus? Batemből egyszer legalább bármilyen? Majd egy másik kentaurus sereggel bejövök. Ő aztán kentaurus seregezik. A lilába is, és aztán egy sellő nép sereggel bejövök a narancssárgába is. És lépsz a sellő népsereges dologgal oda zöldre. Igen. 1-2-3, nem a 6-osra, bocs. Igen, a 6-osra, Viktor. Érdekes mód, pont a 6-osra, mert hogyha lenne még egy sellő népem, akkor melyikre léptem volna? Én... Hogy nem vagy! Bocs. Én akkor egy kék szárnyas néppel bemegyek a narancsba. Miért? Hát, hogy beszopjad, Kacin. Viki egyébként nagyon-nagyon jól áll. Nagyon-nagyon jól áll. Igen. Azt nem tudom, hogy a hobbitokat mennyire alázza, mert azok számolhatatlanok, mert csak szaladgálnak mindenfelé, de egyébként nagyon jól áll. Legyen már be a narancsba. Rohadt gyorsan húzom valaki egy sárkányt. Nagyon gyorsan, most kéne, hogy... Ott a sárkány. Nem. Most kéne, hogy véget érjen. Itt a sárkány. És így egyébként így húzza be Vikiát. De ez tök jó, ez is tök jó. Ez semmit nem szeretek jobban, mint ahogy Viki nyerni akar. Az a legőszintébb érzelem az egész világon. Igen, igen. Az, hogy a második, mert az első legőszintébb érzelem az, amikor kajátta kiderül, hogy nyer, aztán, és ahogy utána így ránk önti, a kárőrvendéssel, a győzelemmel, morálsz, gyűlölettel vezess a menstrual rage-et. Apukám pontosan ugyanilyen, és azért gyerekkoromban soha semmit nem nyertem, mert mindig mindent ő nyert. Meg és nem láttam mást. Ő ugyanilyen kárőrvendő szemétláda. Jó, iszonyatosan remélem, hogy ettől függetlenül most kiszoptál csak. Az lenne legjobb, ha egy ponttal szoptál volna neki a hobbit éppen. Nagyon le vagyok maradva mögötted, az a baj. Csak sok pontot húz be. Területekben nagyon sok pontot be fogsz húzni. Területekben nagyon sok pontot húz be. Na, számolunk? Számoljunk végig. A narancsárga, a Viktória kap 6 pontot, én csak 2-t. Számolod? A zöldet meg 2-vel létszi. A szürkén... Várj, akkor a második helyzet megkapja a második. Igen. Igen. A harmadik körben meg akkor, ha 3 kötet szeren, akkor ugye 3. A szürkén a Viktória kap 8 pontot, a többiek semennyit. Igen. Mert ott ugye 0 pont jár a második helyre. A kéken ott Viktor kap 6 pontot, és Viktória 4-et. A zöldön ott... 26-ra indultam. Viktória kap 10-et. Úgyhogy felmegy 40-re. Viktor meg 4-et, úgyhogy felmegy 24-re. A pirosat... Nem vagyok így nagy területfoglaló. Pirosat az Dave dominálja, jó? Hát nekem mind olyan egy van. Húli baka, húli azért, Viki, hogy elhúzom? Ja. Pirosat az Dave dominálja, ő kap 8-at, felmegy 31-re, és Viktor kap még 4-et. Nem, neki Viktor, neked 24-en kéne lenni szerintem. Miért? 20-on álltál, és 4 nem pontot álltam 20-on, ugyanott álltam, ahol Dave állt.
Igen. Nem álltam a 20-on. Hát, ugyanott állt, ahol én voltam. Ott álltam a Dave csak mellé, és gondolom, hogy... Jó, csak igen, szerintem mert ő, a 20-ra kellett volna menned. De nem, mert ő kapott 4-et az... És én ráadásul számolgatom le, érted? Tehát, hogy nem... Jó, csak azért mondom, hogy szerint mindegy. Jó, ha nek szerinted jó, ja. Akkor szerintem jó. Csak szerintem, a 16-ról Viktor 4 ponttal a 20-ra lépett. Vagy a 20-ról 4 ponttal a 24-re. Szerintem a 20-ason álltál, és a 4 pontot tettem. Hány pontja van Viktor? Katina van igaza. Jó. Egyet több pontot van, Viktor elszámoltad. De ő meg azt írja, hogy egyet több pontom van. Tehát, hogy ez így... Már hogy... Jó, nekem a 24-en jó, de szerintem nem a 24-en. Mert szerintem úgy, hogy egyet több pontot kéne, hogy legyen. Tök mindegy, mert a chat szerint kacicsal. Hát ez tök mindegy, jó, nekem ott a 24-en nem fogok előre törni. Kacinak van igaza. Szerintem nem kéne 24-en. 20 plusz 4, akkor 24-ről nem, mész. Nem mindegy. Jó, oké, tök jó. Visszaszámolhatjuk. Most 28. Várjál? Ja. Szerintem 28 ponton kéne lenne. Jó, de azt mert mondom. Hogy de hogy én 27-en álltam. Tehát, hogy onnan mondtad a 24-et, nem a 28-et. Nem, onnan mondtam 28-at. Tehát innen nem. innen kap 4 pontot. Holy guacamole, hogy srácok, ne számoljuk vissza, tök nem mire, jó 28 24-re és onnan 28-at. Jó, tök jó a 28-on. Tök jó a 28-on. Simán elképzelhető egy elszámolás. És innen kap még 4-et. 28-at írták többen, ennyi. Én állok szívesen 28-at. De én is úgy gondoltam a 24-et, hogy nem 23-ról kellett volna indulnod, hanem 24-ről. Ja, értem. Azt hittem, hogy most kéne 24-en állnod. Nem. És ez nekem meg nagyon furának tűnt, mert akkor nagyon hátul én így gondoltam. Oké. A utolsó területért meg Dave kap még 2 pontot. És akkor ezzel... És Kaci előre lép 15-öt. Szerintem Vikit már nem fogja meg, mert biztos, hogy nem fogja meg. Biztos, hogy nem. És akkor ezután... Dave is kap még sok pontokat. És Dave viszont még megfoghatja Vikit, mert őnek ott van egy sok pontos csücsüket csapata. Nem. Az egy 10 pontos cucc. Igen. De Vikinek is van egy 10 pontos cucca. Viszont abból kiesnek a izék, csontvázak. Jó, a kijátszott szövetségesek után... is kijönnek. Kijönnek a csontvázak. Victoria. Ez ugye 1, 2, és az mennyi? 10. 12. 12 az azt jelenti, hogy 52 pontra jön fel Viki. Kaci? Nekem ez 1, meg 4 az 6, 6 az 7, meg 15. Az 22. Nekem 10. Én az zöld vagyok. Ja, bocsánat, 10 meg 22. 37. 37. Nekem 11-et ért, és akkor előre megyek 39-re. Ennyi. Nekem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meg 10, az 17, az azt jelenti, hogy előre megy el 50-re, és Viki nyert. És nice. Nem, még van a sellő. És még van a sellő. És igen, van a sellő. Én ahhoz ott kapok. Én ezt a sellő dolgot elengedtem. Kapsz 2-t, én meg 1-et. Ennyi? Igen. És így van a pont. Én nem számítottam rá, hogy nyerni fogok ebben a játékban. De azért itt a végén itt lehetett sejteni már a második kör közepetáján, mert hogy iszonyatos mennyiségű pontot akkor, szedtél össze. Akkor jutott eszembe először, hogy akár nyerhetek is. Jaj, megnyertem volna, ha nem viszed el a sellőt. Ah, de így én nyertem de meg! Kár. Én ezt nem tudhassam, úgyhogy elvittem a sellőt, kellett a sellő. De végül nem játszottam ki. De kijátszottam, ott a sellő. Nyen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 y
győzelmet, igen, de aztán rájöttél inkább, hogy na mindegy. Rájöttem, hogy Viki, ez nem ez a fajta. Nem, kicsit lassú volt a reakcióm, hogy... Hogy igazán erős legyen? Lassú volt a reakcióm, és véletlenül emberként is. Tudod, miért nem, nyertem, mert nem értette, hogy nyerte. Rá, és nem úgy nyertem, hogy valaki... Jó, köszönjük el, Ja, szerintem úgyis ő pakol. Várjatok, ő pakol, úgyhogy... Jó mulatás. Azt már összeroptam, hogy melyiket? Ez? Színek szerint kéne majd szétszedni, hogy ne legyen. Ja, színek szerint kéne csoportosítani. Aha. Nagyon jó. Na, elcsoportosítani, elmondod, hogy mit amíg nyertetnek. Elmondom, hogy nem, ezt majd utána. Addig üljél vissza, légy szíves, kérdés. A majd Facebookon. Most, nem élőben, mert azzal mindig csak a baj van. Úgyhogy, drágáim, ez most ennyi volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mindegy, Viktor, nagyon köszönöm, hogy... Én gratulálok azért. Köszönöm, de az előzőben te nyertél. Neked is. Igen, és láttad, hogy nem idegesítettelek? Emlékszel? Igen.
Kaci, neked nagyon szép a sapkád. A Viki, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Átgondoljuk ezeket a döntéseket, amiket hozunk. Drágáim, ahogy tudjátok, ez a társasjátékos ünnepének egy ilyen felvezető streamje volt. November 10-11-én lesz a rendezvény, Kacival 11-én délután, tehát vasárnap délután ott leszünk, úgyhogy ha akartok pacsizni, akkor gyertek ki. Ha játszani meg, akkor meg még inkább gyertek ki. Nagyon szépen köszönjük a Nebula alapítványnak, hogy támogatták ezt a streamet. És ha szeretnétek jegyeket nyerni a társasjátékok ünnepére, akkor a leírásban lévő Google formot kitöltve erre van esélyetek, mert hogy sorsolni fogunk Facebookon a holnapi nap folyamán. Emellett ne felejtsétek el, hogy ha nem sikerül nyerni, akkor sincsen tragédia, mert most még elővételben olcsóak a jegyek, 20%-kal olcsóban fogtok tudni jegyet vásárolni a rendezvényre. Mi nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ma délután lesz még egy új videó, jövő héten pedig 3. Úgyhogy pa-ra-bé. Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok, kacicák! Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.